Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Szép délutánt kívánok! Ezúttal egyedül ülök a stúdióban, viszont számtalan vendégem lesz majd, akikkel azt a kérdéskört fogjuk majd körbejárni, hogy egy esetlegesen megvalósuló kormányváltást követően mik a lehetőségei egy új kormánynak, mindez azért, mert az elmúlt időszakban számtalan nyilatkozat, publicisztika foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ő megfogalmazásuk szerint az alkotmányozással, illetve az elszámoltatással Elek István azt nyilatkozta, hogy szerinte a választás után megalakuló új parlamentnek mindenképpen illegitimmé kell nyilvánítania a 2010 után berendezkedő rendszert. Az nem világos teljes egészében, hogy ez mindez feles, avagy minősített többséget igénylő döntéssel óhajtja megvalósítani. Hasonló szellemben fogalmazódott meg az a cikk, amelyet Bárándi Péter, Lengyel László, Vörös Imre és Fek Zoltán közösen jegyez a Népszavában. Ők demokráciát és jogállami alkotmányosságot címmel tettek közzé egy grandiózus dolgozatot, amely szintén azt célozza meg, hogy egy új rendszer bontakozzon ki 2022 után. Márki-Zay Péter tegnap azt mondta el, hogy Polt Péter nem maradhat a helyén egy kormányváltást követően, és ő egyből indítványozta is, hogy Hatházi Ákos jelenleg független országgyűlési képviselő kerülhetne egy parlament által megválasztott főügyészi posztra, míg ezen kívül lehetne egy közvélemény nép által megválasztott ügyész is, aki ellátja a nem teljesen körülírt feladatot. Ennek a megoldásnak is az lenne a lényege, hogy valamilyen úton, módon megkerülje azt a helyzetet, amelyet a Fidesz igyekezett előállítani az elmúlt 10 évben, tehát hogy hozzá meglehetősen hű káderek töltsenek be olyan kulcspozíciókat, amelyek egy új kormány idején is relevánsak és megkerülhetetlenek. Mindeközben a Heti Világ Gazdaság című labban, egykori munkahelyemen volt kollégám Tóta V. Árpád, pedig már egyenesen a 19-es vörös terrort vizionálta, hogy miként kéne fellépni a NER nyerteseivel szemben. Ezt némi pezsgés is követte, régi ismerősünk már, aki követi ezt a műsort rendszeresen, annak régi ismerőse, Rákai Filip tette szóvá, hogy a Lenin fiúk nyomába eredt Tóta V. Árpád, míg tegnap előtt Volner János, szintén független országgyűlési képviselő fejezte ki nem tetszését emiatt az írás miatt, azt állítva, hogy Hont András jogszabályi háttér nélkül csukatna le fideszeseket, mindez természetesen annak szólt, hogy Tóta V. Árpád mit írt. Ezt a kis nézet, hogy is mondjam, tévesztést igyekszünk majd tisztázni vele a későbbiek során, de most, ha minden igaz, akkor a telefonban Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, akivel elsőként ezt a tegnap megfogalmazott javaslatát beszélném meg. Halló, jó napot kívánok! Tiszteletem, jó napot kívánok, Márki-Zay Péter. Jó napot, én meg Hont András. Akkor csapjunk bele. Azt mondta, hogy Poltnak mindenképpen mennie kell. Hát igen, bár azt nem hiszem, hogy tegnap mondtam, de igen. Kitartok mellette. Stimmel, nem is ez benne a csavar, hogy Poltnak mennie kell, hanem hogy egyből utódat is javasolt a helyére. Igen. Mégpedig Hatházi András személyében? Hatházi Ákos személyében. Ákos, bocsánat, Hatházi Ákos személyében. Azért mondjuk a rokonságon belül, hát Volner János is összekevert engem Tóta V. Árpáddal, de hogy a harmadunak a testvérének a nevét rádióadásban... Nem baj, remélem nem lesz belőle. Horváth Andrással, és ezért tévesztettem, de hallgatom. Remélem nem lesz belőle családi konfliktus. Biztos nem lesz.
Azért az meredek megoldás, végülis doktor, de mondjuk egy jogi végzettséget igénylő tisztségre állatorvost ültetni. Na most egy korrupció ellenes ügyészségnek a vezetőjének nem szükségszerű, hogy jogásznak kell lennie. Ezért javasoltam én a Hadházy Ákost, akinek viszont azt mondom, hogy az országban elismerten a legkomolyabb munkássága van a korrupció föltárásában. És ezek szerint arra számít, hogy Hadházy Ákost nem lesz országgyűlési képviselő 2022 után? Én arra számítok egyébként, hogy az lesz. Ez egyáltalán nem akadály annak, hogy valaki mondjuk egy korrupció ellenes ügyészséget vezessen. Jó lehet egyébként a Hadházy Ákosnak nem feltétlenül ez a karrier célja, de ettől függetlenül én őt mint egy lehetséges, alkalmas személyt neveztem meg. Nyilván az országban van még nagyon sok mindenki, aki alkalmas erre. Jó, maga a javaslat ugyebár azt az alapvető problémát kerülgeti, hogy mi van abban az esetben, hogyha egy új kormány kezdi meg a működését, de nem fér hozzá különböző kulcspozíciókhoz, és a különböző szervek nem az ő szájíze szerint járnak el. Ön ezt az ötletet kivitelezhetőnek tartja abban az esetben is, hogyha egy új kormánytöbbség 50%-nál több, ám de kétharmadnál kevesebb támogatottsággal bír? De mindenképpen igen. Sőt, fordítva, én azt mondom azt, hogy milyen jogi megoldást talál majd erre az ellenzék, az részletkérdés ahhoz képest, és én ebben mondjuk nem titkoltan Vörös Imréknek a javaslatát támogatom. De ahhoz képest részletkérdés, hogy ha valaki lemond arról, hogy megteremtse a jogállamot és a sajtószabadságot, akkor az ennek az új kormánynak a mandátumát azt valószínűleg maximum egy ciklusban korlátozza. Tehát aki elfogadja azt, hogy 9 évre kinevezett Polt Péterrel kellene kormányoznia, az eleve lemond arról, hogy jogállamot teremtsen. Ez elfogadhatatlan. És az nem mond le arról, hogy jogállamot teremtsen, aki jogon kívüli eszközökkel próbál meg saját emberi. Egyébként a Fidesztől lehet tanulni a tekintetben, meg kell nézni, mit csinált a Fidesz 2010 után. Ha valaki azt jogállami eszközöknek tartja, akkor én meg kell nyugtassam, hogy 2022 után is legrosszabb esetben is hasonló eszközökről beszélhetünk. Legrosszabb esetben 2010-ben is. A Fidesz 2/3-os többséget szerzett a Magyar Országgyűlésben, és ami egyáltalán nem jogosította fel arra véleményem szerint, hogy megduplázza mondjuk az Alkotmánybíróságnak a létszámát, vagy átnevezze a legfősebb bíróságot kúriává, és akkor még nem sorolom tovább. Viszont akkor ezek szerint kétharmadnál kevesebb támogatottságú kormányt viszont felhatalmaz arra, hogy mondjuk az ügyészi szervezetet saját hatáskörben átalakítsa. Erre, tehát még egyszer, egyébként igen, tehát semmi akadály nincs annak, hogy az országgyűlés létrehozzon, vagy új kormány, akkor így mondom, akár egy korrupció ellenes, tehát egy ügynökséget hozzon létre, ez semmi nem tiltja. Korrupció ellenes ügynökséget létrehozni természetesen lehet, meg ezerféle szervezetet, amelyek nem tilt sarkalatos törvény, és nem tilt maga az alaptörvény, már amennyiben alkotmányosság talaján akar maradni egy új országgyűlés. Azt viszont, hogy kétharmados támogatottsággal, kétharmados döntést igénylő módon távolítsanak el személyeket a hivatalukból, nem csupán Polt Péterről van itt szó, hanem az egész média konstrukcióról, média tanácsról, a költségvetési tanácsról, és a többiről. Szóval, ha ön szerint nem jogosítja fel a kétharmados a kormány többséget a kétharmad arra, hogy mondjuk kúriává változtassa a legfelsőbb bíróság nevét, akkor a kétharmadnál kevesebb támogatottsággal rendelkező... Elmondom, miért nem jogosította fel a Fidesz. Nem a kétharmada megvolt. Van egy olyan alkotmányos előírás, amely egyébként mind a mai napig megvan, hogy az egyeduralomra törekvés az alkotmány ellenes. Mindez az alaptörvényben is szerepel, és a régi alkotmányban is szerepel. Amit a Fidesz megvalósított az elmúlt 11 évben, az maga az önkényuralomra törekvés és egyeduralomra törekvés, tehát ők sorozatosan és szisztematikusan kapcsolták ki a fékeket és ellensúlyokat, amik bár gyengék, de léteztek. Gyengék voltak, de léteztek. Ezeket sorozatosan kikapcsolták. Tehát az alkotmányt és az alkotmányosságot a Fidesz felrúgta 2010 után, 2012-ben felrúgta. Ma nem lehet jogállamról beszélni. Az, amit a Fidesz létrehozott, az nem jogállam. Ezt nap mint nap tapasztalom. Ma is volt, 3 bírósági perem volt például a mai napon. Én folyamatosan tapasztalom ezt sajnos. Tehát ezt egyáltalán nem lehet. Egy nem jogállamot azt nem kell és nem is szabad elfogadni. Aki elfogadja azt, hogy az új kormány nem teremthet sajtószabadságot, hogy egy Fidesz által
akár életfogytigra kinevezett szervezet megakadályozhatja 22 után is azt, hogy nem fideszes rádióadó kapjon frekvenciát, aki ezt elfogadja, az számomra egyáltalán nem elfogadható, és nem jogállami szempontból fog dolgozni és kormányozni, és a Fidesznek a nem jogállamát fogja fenntartani. Az lemond a sajtószabadságról, az lemond a jogállamról. Bocsánat, de a kizárólagos hatalomgyakorlás tilalma valóban benne van az alaptörvényben, benne volt a korábbi alkotmányban is, de amit ön mond, hogy nincsen jogállam, ez egy interpretáció. Én ezzel akár egyetérthetek, de vitathatom is. Az országnak a közel fele, vagy a választói népesség, aktív választók közel fele ezzel nem ért egyet. És ez itt akkor megint az... Ez a választáson el fog dőlni. Tehát amennyiben az ezzel a programmal induló összefogott ellenzéket támogatja a választópolgároknak mondjuk adott esetben 52-54%-a, és a 100, összességében 199 képviselőből több, mint a felét. Ezek a szavazók fogják majd delegálni, akkor ők ezzel pontosan ki akkor fogják ezt mondani. Úgy gondolja, hogy ez kellően erős felhatalmazás ahhoz, hogy az egyébként kétharmadot igénylő ügyészségi törvény rendelkezéseivel szemben járjanak el. És változatlan ugyanazt kérdezem, hogy akkor viszont az ön szerint miért az alkotmányon kívüli, hogy a kétharmados támogatás birtokában, meg átnevezték a kúriára a legfelsőbb bíróságot. Itt valami mély ellentmondást tapasztalok. Nincsen ellentmondás. Kétharmaddal lehet alkotmány ellenesen kormányozni, ezt a Fidesz bebizonyította 11 év alatt folyamatosan. Tehát az, hogy visszamenőleges hatállyal módosítani a törvényeket, kétharmaddal megtehették, de ez alkotmányos ön szerint? A visszaható... Ez jogállami? Nem jogállami. Szerint az én na, véleményem hát szerint ez... Nem... Amit a Fidesz az elmúlt 11 évben csinált, az nem jogállam volt. Nekünk vissza kell állítani, helyre kell állítani jogállamot, ez pedig csak akkor lehet helyreállítani, hogyha a fideszes jogtipró és alkotmányosságot tipró intézkedéseket, azt semmisnek tekintjük. De ezt mondjuk a visszaható hatály tilalmára elmondhatja. Adott esetben az alkotmányi bíróság jogköreinek részleges elvonására elmondhatja. De ettől még azokra a jogviszonyokra, amelyek ilyen körülmények között születtek, nem. Tehát a jogállamot, amit ön mond, hogy a jelen pillanatban a hatályos alaptörvény rendelkezéseit nem tartja magára kötelezőnek, hiszen ezt mondtam. Azok a lépések, amelyet abszolút igazolhatóan, indokolhatóan sértik az alkotmányosságot, az alaptörvényt és a többi, és például a maga az egypárti média tanácsnak a működés az abszolút ilyen. Egy olyan főügyésznek a működése, aki nem üldözi a bűnt, hanem szervezi és mentegeti, akinek az a funkciója, hogy még az Európai Unió által fölvetett, és minden a lappal fölvetett, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás ellen se indítsa nyomozást. Hogy itt nyomozás hiányában zárnak le ügyeket, korrupciós ügyeket, és nem tárják föl. Ezt a főügyészt a helyén hagyni, az bűn. Tehát nem szabad. Ez egy politikusnak a meglátása, amivel mondom, még egyszer lehet egyetérteni és lehet ellenezni, de így nem fogjuk megérteni egymást, mondom más, hogy ön azt mondta, hogy ön elmondja ezt a véleményét. Szerintem közéletesen értjük egymást. A kérdés az nem ez. A kérdés az, hogy akarunk egy olyan médiatanácsot, amely csak is kizárólag fideszes rádióknak ad frekvenciát. Erre a kérdésre tessék válaszolni, őszintén becsülettel. Aki azt mondja, hogy igen, az lemond a sajtószabadságról. Én azt mondom, hogy nem. De nekem meg nem ez a kérdés, hanem az, hogy ki és milyen jogon dönt arról, hogy miként legyen a médiatanács összetétele. Nyilván ez a sokpárti parlamentnek a felelősség és a feladata. Erre biztos, hogy lesz megoldás, és abban is nagyon reménykedem természetesen, hogy ez a megoldás ez nem az lesz, hogy a Fidesz által akár így lesz, hogy Tigra, akár 9 évre kinevezett fideszes a sajtószabadságot lábbal tipró média tanácsot hagyják a helyén. Na most ön azt mondja, akkor foglaljuk össze, hogy megfogalmaz egy programot, amelyről azt mondja, hogy ez egy jogállami program, és attól teszi függővé ennek sikerét, hogy ez többséget szereze egy választáson. Eddig igaz? Jól értem? Igen, elfogadom. Tehát abban az esetben, hogyha 52%-ot kap az a társulat, amelyik ezt teszi meg vezető kérdéseknek, a főügyész távozásától a médiatanács felszámolásán át, csomó minden másik, mindegy, hogy egyébként kétharmad szükségletetne ezek közül egyes intézkedések meghozatalához, vagy annál kevesebb, a nép így döntött, akkor ez lesz. Jól foglalom össze?
Nem, egy fontos részletben nem értünk egyet, tehát az, hogy mihez kell kétharmad, azt majd a jogászok kidolgozzák. Egyébként Vörös Imre egészen konkrét alkotmány tervezetet adott, megmondta, hogy mik azok, amelyek egy alkotmányos pucs okán a jelenlegi alaptörvényből alkotmány ellenesek, és eleve semmisnek kell tekinteni. Az első nap onnantól kezdve, hogy egy új kormány megalakul, vagy akár mondhatnám a választás után azonnal, tehát gyakorlatilag ők nagyon késztervel mennek neki, amit a választókkal teljesen őszintén előre ismertetnek, vagy ismertetünk, és természetes, hogyha ehhez kapunk felhatalmazást egy országos választáson, akkor az erősebb felhatalmazás, mint a Fidesznek a, mondom még egyszer, teljesen alkotmány és alaptörvény ellenes egyeduralomra törekvése és azt megvalósító intézményrendszere. Én nem szívesen vitatkoznék önnel, egy tudom én milyen kérdésekkel, amiről ön az eddig élete során foglalkozott, de jogász vagyok, és Vörös Imre véleménye még akkor is, hogyha meglehetősen tisztelem, és már alkotmánybíró volt a legendás első alkotmánybíróság idején is, mégiscsak egy vélemény. A jogászok egy jelentős része ezt az interpretációt vitatja. Itt mégiscsak arról van szó, hogy az ország egyik része gondol valamit, és azt gondolja, hogy az ország teljességére igaz az ő meglátása és az ő véleménye. Nem, nem erről van szó, arról van szó, hogy egy választáson ehhez kér felhatalmazást. Tehát van egy, igen, egy szerintem megfelelően szakmailag alátámasztott érvelt vélemény, és ezen vélemény alapján előadott választási programhoz kér egy összevont ellenzék. És akkor ezt a népi felhatalmazást ne korlátozza semmi olyasmi, mint például a Fidesz alaptörvénye. Hát a Fidesz alaptörvénye nyilván nem, vagy a Polt Péter, meg a Fideszes Választási Bizottság és a többi, tehát mindazok a szervezetek, amelyek ezt a jogsértést megvalósítják és elkövetik akár napi rendszerességgel, az természetesen nem írhatja felül az emberek mondjuk akár 52%-ának a szavazatát. De ez nem is az, hogy emlékeztet engem, mert ez az emlékeztetésnél több. Ez ugyanaz, amit Orbán Viktor mond az illiberális demokráciáról, hogy ilyen mindenféle ködös, emberi jogi, alkotmányjogi izék, azok ne befolyásolják a többség akaratát. Ezt mondja? Nem, nem. Nézd, nem, te abszolút nem akarok, amivel én nem vagyok jogász, valóban. Tehát éppen ezért én azoknak a jogászoknak az álláspontját támogatom, akikkel nyilván a végeredményt illetően egyetértek. Ezt is elismerem. Hát igen, ez elég egyértelmű volt. Jó, csak hát ez... Bárándi Péterről van szó, vagy a nem jogász Elek Istvánról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kellően alátámasztott gondolat, de legfőképpen valóban nem jogászként. Én egy valamihez ragaszkodom, ez a sajtó sok mindenhez, de nyilván ezek az alapelvek, a tisztesség, a becsület, a jogállam, a sajtószabadság és a többi. Amit most lábbal tipornak, ezt azt gondolom, hogy legalábbis ebben a körben nem vitatjuk. Nem, nekem ez a legalábbis ebben a körben, ezzel van komoly bajom. A legalábbis ebben a körben. Szerint most jogállam van, és sajtószabadság van. Én ezt nem mondtam. Én azt mondtam, hogy a legalábbis ebben a körben nem vitatjuk, az ország egyik része vitatjuk, ugyanolyan polgártársaink, mint azok, akik egyébként nem vitatják ezt a kérdést, hogy Magyarországon nincsen jogállam. Értem. Az, hogy ez szerintem abszolút nem vitatható kérdés, hogy a mi adófizetői forintjainkból fönntartott köztelevízióba egy-egy ellenzéki párt képviselője egy 4 éves cikluson belül 5 perc megszólási időt kap. Egy ellenzéki vagy független, Fidesztől független FM rádió ebben az országban ettől a médiatanástól nem kap frekvenciát, sőt elvették a frekvenciáikat. Szerintem ez nem interpretáció kérdése. Hát de, ez utóbbi aztán pláne interpretációt kérdése, lesz ma erről még szó, ezt pont ezen a frekvencián, ne vitassunk itt meg, mert mondom még egyszer lesz. Igen. Tehát, hogy is mondjam csak, azért ugye engem ismerve azt... Sok sikert kívánok a Spirit FM-nek, tehát nem a Spirit FM vagy Spirit FM-ről beszélünk, arról beszélünk, hogy a jelenlegi médiatanácsnak egy feladata van, Orbán Viktor hatalmon tartani. Ez szöges ellentét a sajtószabadságnak. Meg a köztévé működésében is azt gondolom olyan kritikákat fogalmazott meg, amivel messze menőkig egyet lehet érteni mondjuk részemről, én ezt értem. De ezek az intézmények mégiscsak létrejöttek valaminek az alapján. És ezt vagy ezt az alapot kérdőjelezi meg az ember. Én nagyon megkérdőjelezem, így van. De abban az esetben meg nem veszek részt benne, még mondjuk polgármesterként sem.
akkor ki lehet vonulni, és azt lehet mondani, hogy addig nem töltök be tisztséget ebben a rendszerben. Hát vannak ilyen őrültek, elnézést, vagy van ilyen őrültség, ez az alkotmányos ellenállásnak nevezett mozgalom, erős a gyanúm, hogy ezt a Fidesz fizeti, aki azt akarja mondani, hogy mivel nincs jogállam, ugye nem fogadják az alkotmányt, ezért el sem merünk szavazni. Ez kizárólag egy erőszakos hatalomváltásnak ad lehetőséget. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy nekünk a korlátozott jogainkon belül, lásd Kádár rendszer, minden rendelkezésünkre álló eszközzel küzdeni kell a közös szabadságainkért. Akkor is, hogyha sorozatos választási csalásokkal, fölháborító választási bizottsági ítéletekkel és beavatkozásokkal, egyenlőtlen terepen, sajtó ellenszélben, tisztességtelen kampányokkal szemben kell küzdenünk, és lejárató kampányoknak vagyunk ítéve, de nekünk ezt a harcot föl kell vállalni tisztességgel, becsülettel, ilyen körülmények között is. Azt kell képviselni, az egyetlen becsületes út. A Kádárkort említette, akkor maradjunk ennél az analógiánál még egy mondat erejéig. Körülbelül azt mondta, hogy akkor a Kádár rendszer fizette le Kis Jánosékat és a teljes demokratikus ellenzéket, és az lett volna a megfelelő magatartás, ha elindulnak a Népfront választáson, amelyre egyébként 1985-ben kísérletet tettek, ahol nem is, volt rá lehetőség. Nem is engedték őket elindulni, de hogy az, hogy valaki nem vesz részt a rendszer működésében, azt ön szerint a rendszer finanszírozza. Mondom még egyszer, teljes demokratikus ellenzék. Nem, én nem mondtam, hogy mondjuk erős belmagyarázás lenne, de azt azzal teljesen egyetértek, hogy most összintesen nem emlékszem arra a református lelkészre, aki Gödöllőn elindult, és utána be is jutott. Rosszik Gábornak hívják. Rosszik Gábor, nagyon köszönöm. A Rosszik Gábor például, de annak idején aztán Király Zoltán és többen mások ugye elindultak és bejutottak. Ők részben akkor, amikor megnyílt az a lehetőség, ők éltek vele, és ott voltak. És nagyon nagy tiszteletem azoknak az ellenállóknak is, ma Nyomtas Teisnek hívják, akkor Samizdat volt, akik a beszélőt terjesztették, akik összejöveteleket tartottak, akik hallgatták a Szabad Európa Rádiónak az adásait. Nyilván lehet mondani, hogy nálunk is általános sztrájkra lett volna szükség, mint a lengyeleknél, vagy az 56-os forradalmat kellett volna minden hónapban újra megpróbálni, de ne ítéljük el azokat az embereket, akik békés eszközökkel küzdöttek a rendszerváltásért, és egyszerűen a lelkiismeretük szerint jártak el. Én azt gondolom, hogy ma is ez a dolgunk. Tegyük azért tisztába a dolgokat. Király Zoltán pártakként 1985-ben indult Szegeden, míg Rosszik Gábor 89-ben jutott, azt hiszem, be az országgyűlésben. Igen. Teljes ellenzéki támogatással, más-más időszakokról beszélünk. Azt azért nem érzi, az én kérdésemnek a velejét azért nem érzi? Nem érti, nem az, hogy... De értem, de én határozottan szemben állok a kérdésben megfogalmazott javaslattal, miszerint fogadjuk el azokat a törvényeket megváltoztathatatlannak, és a Fidesz kezünket, lábunkat búzba kötötte, és úgy dob be minket a mély vízbe, hogy ússzunk. Ne fogadjuk el, tehát szó sincs róla. Nyilván azok a körülmények, amik itt vannak, az ellen tiltakozni kell, és abban a pillanatban, ahogy meg tudjuk változtatni, meg kell ezeket változtatni. Jó, Márki Zajt Péter, köszönöm szépen, hogy velünk volt. Én köszönöm. További szép délutánt kívánok, viszont hallásra. Mint említettem, már megjelent a HVG-ben egy írás, amely azt boncolgatta, hogy mit lehet tenni 2022 után, ha és amennyiben úgy alakul, hogy kormányváltásra kerül sor. És itt a szerző például azt mondja, hogy olyan törvényre van szükség, amely kimondja, hogy az a tisztségviselő, aki közvagyont érintő dokumentummal nem tud elszámolni, sikkasztóként felel a teljes összegért. Ez ügyben lesz egy kis ugrándozás, hogy hiszen azt ő még a hatálybelépés előtt darálta le, de hát várja meg Strasbourg döntését a börtönben addig is. A törvény belengetése már most időszerű, meg lesznek azok az adatok, ha tudja előre a delikvens, hogy ő fog ülni 40 évet, ha nincsenek meg. Többek közt ezeken a sorokon háborodott fel Volner János országgyűlési képviselő, akiről azt hittem, hogy már itt van velünk, de ezek szerint nincsen. Ebben az esetben nincs más tennivaló, mint... Csort. Halló, na itt vagyok, elnézést kérek, itt valami technikai malőr volt. Szóval... jó napot kívánok! A HVG-ben megjelent sorokat ismertettem az imént, melyen ön jól felháborodott, egy videót is közzétett, hogy számára ez elfogadhatatlan, hogy jogszabályi háttér, hatályos jogszabályi háttér nélkül akarna vezető publicista fideszeseket börtönbe juttatni. Jól interpretálom a szavait?
Nem kizárólag ez volt, hanem én ennek a részeként hivatkoztam többek között erre a cikkre, de vezető politikusok is olyan kijelentéseket tettek a HVG vezető publicistájához, Tóthavi Árpádhoz. Na várjon, de ő nem ezt mondta. Csak hadd mondjam végig, tehát hogy arra enged következtetni, hogy a jogállami normákat semmibe vevő módon készülnek a hatalom átvételbe, és megpróbálják átírni nem létező kétharmaddal is akár a kétharmados szabályokat olyan módon, hogy önkényesen gyakorolják a jogeszközét. Na most általában ezek azok a kérdések, amiért Magyarország rendszeresen kioktatást szokott az Európai Unió vezető politikusaitól kapni, például Vera Jourovától, vagy éppen támadásokat a magyarországi baloldal pont ezek alapján szokott intézni, amikor számon kérik a jogállami normákat, és gyakorlatilag én is ezt tettem meg. Ön nem Tóthavi Árpádnak róta fel ezeket a sorokat? Igen, és azt korrigáltuk is a Facebook oldalunkon nemrég, hogy nem Tóthavi Árpád írta, annyira őszintén szólva Hont András el Tóthavi Árpádosodott, hogy én neki tulajdonítottam ezeket a sorokat, de rosszul emlékeztem rá, és ezt le is írtuk, és rendbe is tettük. Hát a videó az a mai napig fenn van a YouTube oldalukon. Nem a YouTube oldalunkon, hanem a Facebook oldalunkra tettük föl, és ott is korrigáltuk egyébként a szerzőt magát. Hozzátéve azt egyébként, mi például az önreflexióra természetes módon hajlunk, ebben az esetben is ezt megtettük, a HVG viszont a közelmúltban egy olyan írást közölt rólunk, ahol hamis adatokat szerepeltetett a szerző. A kérésünk ellenére, amikor leírtuk azt, hogy változtatás nélkül szeretnénk az interjú szövegét közölni, egy teljesen kiherélt, az eredeti jelentéséből kiforgatott szöveget tett közzé. Mi még azóta is várjuk a HVG korrekcióját, hiszen két helyre igazítás kellett ahhoz, hogy a hamis adatokat hajlandó legyen az újságíró leszedni, és ezt olyan szempontból egyébként nagyon súlyosnak tartom a magam részéről, hogy ez a fake news, amit a HVG velünk kapcsolatban közzétett, elkezdett a baloldali sajtóban terjedni, a 444 és a 168 óra egyaránt kritikátlanul átvette ezeket a hamis híreket. Tehát mi megtettük azt, hogy a szerzőt benéztük valóban, elismertük a hibánkat, ezt írásban ugyanazon a felületen közzétettük, a HVG bocsánat kérésére a fake news és a rólunk terjesztett hamis adatok miatt pedig a mai napig várunk. Hát a HVG-nek a előérhetőségeit meg tudom adni, nem tudom, hogy az mennyiben került el a figyelmét, hogy én nem dolgozom már a HVG-nél egy ideje. Én most arról beszélek, hogy tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, viszont előttem megvan nyitva a YouTube, mert most, hogy beszéltünk, ellenőrzöm természetesen, amit mondok magának, de ott nem, az a helyzet, hogy a Volner párt YouTube csatornáján, ezt majd a párt elnöke, majd kérdezze meg a munkatársait, hogy van-e ilyen, van, azon változatlanul ott van az ön teljes sajtóbeszámolója, ahol bizony-bizony Hont Andrásozik egy jelentőset. Annyit mondtunk, hogy Hont András volt a szerzője, még egyszer mondom, a Facebook oldalunkon már közzétettük, minden bizonnyal a kollégákhez közé fogják a YouTube csatornánkon is tenni. Hát ez a lehető legtermészetesebb a részünkről. Még egyszer mondom, ebben az ügyben én azt rovom föl, hogy a HVG, ami ezt az írást, amiről most beszélünk, közölte, az viszont hasonló önreflexióra nem hajlamos. Én ugye közzétettem a Facebook oldalunkon, hogy milyen tartalmú írást adtunk mi közzé a HVG részére, és ehhez képest milyen eltorzított, meghamisított formában megcsonkítva tette közzé az újság a válaszunkat. Tehát mi hajlamosak vagyunk az önreflexióra, és az önreflexiót ebben az esetben gyakoroltuk is, beláttuk azt, hogy a szerzőt tévesen tüntettük föl, HVG részéről mind a mai napig várunk erre. Ez, nézze, én tényleg rajta tartom a mutatóimat a magyar közélet ütőerén és a média működésén, de fogalmam sincsen momentán arról, hogy a HVG-vel kapcsolatban milyen nézeteltérésük és levelezésük van. Becsület szavamra utána fogok nézni. Térjünk egy kicsikét vissza viszont a lényegi állításra. Tehát ön azt mondja, hogy elfogadhatatlan számára, hogy jogszabályi háttér nélkül akarnak valakik fideszeseket, politikusokat börtönbe csukni, ugye? Bárkit, Hont úr, bárkit. Ön mióta tagja a Jobbiknak? 1989-es rendszerváltással kikiáltották a köztársaságot, Magyarország
köztársaság lett, és ilyen módon tehát a jogállami normák kellene, hogy irányadóak legyenek. Nekem is van nagyon sok minden, ami ebben az országban nem tetszik, de mivel én tiszteletben tartom a jogállami normákat, ezért természetes, hogy nem követelek olyasmit, ami az írott jog betűje ellen hat Magyarországon. És én arra kérem a baloldali politikusokat és újságírókat egyaránt, hogy ugyanazt az önmérsékletet, amit mi jobb-közép politikusok és újságírók tanúsítunk a közélet kérdésében, ugyanazt tanúsítsák ők is, a jogállami normák ugyanúgy érvényesek őrájuk is, mint mi ránk. Mióta tagja ön a Jobbiknak? Nem vagyok tagja a Jobbiknak. Mióta volt ön tagja a Jobbiknak? Azt tudom, hogy most már nem tagja a Jobbiknak. 2009 és 18 között. Tehát 2009-ben lépett be, akkor bizonyára emlékszik a 2010-es kampányüzeneteikre, amelyek politikus bűnözésről beszéltek, és bilincset tartalmaztak a plakáton, például az összes metró megállót telematricázták velük, amelyek kifejezetten börtönnel fenyegették az akkor fennálló politikai rend vezetőit. Na hát akkor úgy érzem, megint el kell magyarázni a lényeget. Nekem nem azzal van a bajom, hogy valaki politikusokat adott esetben börtönbe akar záratni, vagy el akar számoltatni, tekintettel arra, hogy a magyar közélet milyen állapotban van, ez egy természetes törekvés. Én azt szeretném, hogy minden, ami Magyarországon folyik, jogállami keretek között folyjon. És már önmagában a magam részéről azt is problémásnak tartom, hogy például ezt egy baloldali újságírónak, vagy egy baloldali politikusnak el kell egyáltalán magyarázni. Magyarország három évtizedet jogállam. Mármint milyen baloldali? Ha tetszik egy baloldali újságírónak, hanem Magyarország jogállam, és a jogállami normák alapján kell, hogy működjenek a bíróságok, ennek alapján kell, hogy működjön az elszámoltatás. Sok mindent lehet követelni. Lehet követelni egy politikusnak, egy aktivistának, bárkinek a magyar társadalomból, hogy a jog betűjét változtassák meg, és ennek alapján rajzolják át az ország egyes kérdéseit, vagy egyes problémákról. Törvényesen máshogy vélekedjünk, hiszen megváltoznak a jogszabályok, akkor megváltozik az a környezet, ahol értékítéletet mondunk egyes dolgokról, de mindig a jog betűje alapján kell, hogy történjen. Na jó, akkor máshonnan közelítsük meg, bár remélem, hogy a baloldali újságíró alatt nem rám gondolt, mert kénytelen vagyok visszautasítani, mint mondjuk nem a baloldali újságírók, azok közeledését. Azt mondják magukra, hogy függetlenek és pártatlanok, de valójában a baloldal szekerét szokták tolni. Én nem őre gondoltam, általában érvényes ez a mondat. Hát nem tudom, hogy általában kik tolják. Idáig Márki Zaj Péterrel beszélgettem. A problémának ugyanez volt a gyökere. Hogy abban az esetben, ha feláll egy új kormány, annak meg lesz kötve a keze, hiszen olyan tisztségviselők vannak pozícióban, akik nem a mindenkori kormányhoz, hanem a kinevezőikhöz hűségesek. Azt gondolom, hogy ez az interpretáció nem teljesen légből kapott. Vagy ön ezt vitatja? Nem vitatom. Abban az esetben az ön véleménye szerint egy új kormánytöbbségnek, amely kétharmadot nem ér el, mit tud tenni mondjuk egy Polt Péter által vezetett ügyészséggel? Ebben a keretrendszerben én azt gondolom, hogy nem feltétlen sokat, Polt Péter elmozdításáért legalábbis nem sokat. Úgy egyébként a társadalomban elő lehet idézni azt a közhangulatot, erre jó példa a szomszédos Románia esete, amikor politikusok korrupciós ügyeit nyilvánvalóvá teszik, ezáltal olyan társadalmi nyomás keletkezik, ami egy-egy rendszert hajlamos elsöpörni és kormányváltást idéz elő, vagy adott esetben egyes politikai erők megsemmisülését. Erre jó néhány példa volt már demokratikus keretek között. Van, ahol ez vértelenül folyt le, van, ahol sajnos véres módon emberáldozatok árán, de demokratikus keretek között ezt végre lehet hajtani, ha egy politikai erő potens. Hát a forradalmi változások és a vérrel való változások elérése az nem a demokratikus kereteknek a... Erre mondom azt, hogy demokratikus keretek között is végre lehet hajtani, ha egy politikai erő potens. Magyarországon, hogyha megnézi az ellenzéki pártok tevékenységét, régóta nem folyik politika alkotás. Jelenleg mindenki mivel van elfoglalva? Az előválasztással, az előválasztási pozícionálással, kiről lesz miniszterelnök jelölt, ki hol fog indulni, és gyakorlatilag a magyar
ellenzéknek, a baloldali összefogás pártjainak az energiáját szinte kizárólag az köti le, hogy egymással vitatkoznak a pártok a pozíciókon, amiket reményteli módon majd kapni fognak 22-ben, legalábbis az ő reményeik szerint, és gyakorlatilag ezzel foglalkoznak, és többek között azért nem tudnak tematizálni, és előre menni fontos témákban a közéletre nagy hatást gyakorolva, mert magukkal és az osztozkodással vannak elfoglalva. De hogyha nem így tennének, akkor Polt Péter egyből menne a helyéről. Nem egyből, de hogyha nem így tennének, akkor elő tudnának idézni, én azt gondolom, olyan társadalmi változásokat, ami ezt eredményezné. Ez megtörtént, még egyszer mondom, Romániában is. Nem kell messzire menni, ugyanúgy egy kelet-európai nem igényelt a romániai korrupció ellenes fellépést, alkotmányos módosítások sorát, legkevésbé sem igényelt rendszerváltást. Nézze, ön nem fogom megismételni szó szerint, amit 2016. szeptember végén mondott a Hír TV-ben, ahol is azt mondta, hogy Simicskának igaza volt, ezek tényleg azok. Azt gondolom, hogy ebből a nyilat... A 44 megtette egyébként, hogy csak a tízjogszor a figyelmét, tehát igen. Abban az esetben, hogyha ön ezt így gondolta annak idején, akkor azt azért nem feltételezi, hogy ma született bárányokkal áll szemben bármilyen ellenzéki alakulat. Ha most mélegre kell tennem, hogy a baloldaltól viszolygok-e jobban, vagy a Fidesztől, akkor számomra nem kérdés, hogy a baloldaltól. Én egy jobb középpolitikus vagyok, világéletemben jobboldali nemzeti érzelmi emberként a baloldaltól viszolyogtam. Tehát, hogyha nekem mélegre kell tennem azt, hogy melyik van tőlem nagyobb távolságra, akkor nyilvánvalóan ilyen tekintetben a baloldal. Nagyon sok minden, például az, ahogy a Fidesz a saját gazdasági holdudvarát gyarapítja, számomra elfogadhatatlan, ezért sem akartam soha a Fidesz politikai közösségéhez tartozni, ugyanúgy elfogadhatatlan számomra az a hatalmi arrogancia, hogy ők ezt az országot vezetik, és ahogy a különböző alrendszereit a magyar államnak leuralják. De ez nem azt jelenti, hogy a baloldaltól, még egyszer mondom, ne viszonyognék még jobban. Ezért is gondolom azt egyébként, hogy Magyarországon szükség volna a politikában egy olyan harmadik pólusra, aminek az alapjait mi is most igyekszünk megteremteni. Ha megnézi az előbb emlegetett Facebook oldalunkat, egymás után mutatjuk be a szakembereinket, legutóbb egy mesterséges intelligencia kutató szakemberünk mutatkozott be. Értem. Kifejezetten a mesterséges intelligenciából. Ez ilyen fontos, hogy alternatívát lehessen, szakmailag megalapozott alternatívát lehessen a politikában mutatni. Értem, a mesterséges intelligenciával egy másik műsorba térjünk vissza. Ez legalább tiszta beszéd volt a végén. Köszönöm szépen, szerintem egyértelműen kijönnek az alapállásbéli különbségek. Köszönöm szépen Volner Jánosnak, hogy rendelkezésünkre állt. És talán sikerült azt is tisztázni, hogy melyik közíró az, melyik orgánnál is van, és hogy hívják. Köszönöm. Bízom benne. Viszont hallásra. És akkor most szívküldi része, Tóth Avi Árpádról volt szó, és az ő írásáról, illetve arról, hogy nagy reményeket fűz az elszámoltatáshoz, és Karácsony Gergely nemrég megalakult 99% mozgalmához, akkor kifejezetten neki a következő. Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András. És az iméntiekben Tóth Avi Árpád és a 99% mozgalom tiszteletére szólt a 99 Lubalon. És hogyha minden igaz, már itt van velünk Csintalan Sándor. Én vagyok. Szervusz. Szia. Márki-Zay Péterrel és Volner Jánossal volt módon beszélgetni az eddigiek során. Jézus Mária, akkor előbb hívtak, ezért hívtak. Majdnem kiesett a telefonból, mikor azt mondták, hogy Volner János. Már hogy rám kérdezte. Igen, jó, oké, minden rendben. Na és hogy hát szöges ellentét egymásnak az elképzelés 22 utára, de annak ellenére, hogy a leosztás bizarr, annyiban egészen jól példázza az, hogy milyen elképzelések élnek az ellenzékben, vagy látszat ellenzékben. Egy 22 utáni lehetőségekről az egyik azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha bármilyen többséggel új kormánytöbbség felhatalmazást kap, akkor annak neki kell állni, új alkotmány,
új főügyész, új médiatanács, a másik meg azt mondja, hogy már pedig az írott jogot be kell tartani, és egyébként nem mulasztja el hozzátenni, hogy hát az alapállásából fakadóan hozzá a Fidesz közelebb áll, mint a baloldal. Magyarán szólva a joghoz való álláspontot is itt az üléspont, mintha meghatározná. De ettől függetlenül a két szemléletbéli különbség az erőteljesen kijön. Te mit gondolsz erről? Hát én konkrétan azt gondolom, hogy az írott jogot tényleg be kell tartani. Szóval nincs mese, ezt az utat választottuk, vagy hát poénkocítnék és élszelődhetnék azzal, akár Antal József emlékére Isten nyugosztalja, hogy akkor csináljanak forradalmat, már hogy azok, akik tudnak. Amúgy meg én azt gondolom, hogy az írott jogon kívül legalább 50%-ban annak is van jelentősége, hogy a döntéshozók egyébként milyen aggyal, milyen attitűddel, és a demokráciához milyen viszonnyal képesek a döntéseket meghozni. Szóval én az írott jogot ebben az értelemben is szentségnek tartom. Rendben, csak akkor ez miért nincsen kimondva azért az ellenzéki belviták között? Amit te most mondtál, azt mondta el egyébként teljesen más alapállásból Volner János, hogy az írott jogot be kell tartani. Márki-Zay Péter látványosan nem is nagyon értette ezt a felvetést. A helyzet az, hogy most a héten fog megjelenni egyébként Völgyes Ivánnak egy könyve, ahol arról beszél, hogy mi is a helyzet Magyarországon az alkotmányossággal, és mit kell csinálni, vagy mit kellene csinálni az ellenzéknek a jelenlegi alkotmánnyal, ha mondjuk megkapja a kormányzó többséget. Nagyon kíváncsian várom, hogy miért tipródik ezen a jelenlegi ellenzéki politika. Ennek én szerintem túl a személyes kvalitásokon azon, hogy milyen politikai intelligenciával, meg szellemi vagy szellemtörténeti felkészüléssel bírnak. Azon túl van egyért egy 30 éves gyökere. Nevezetesen az, hogy például a tulajdonhoz való viszony, az hogyan volt értelmezve, elgondolva ebben a világban. Délután, amikor beszéltünk, akkor szóba hoztad, hogy azért vannak emlékeim a 90-es évekről és a kerekasztal tárgyalásokról, ezt ugye nem hoztad szóba, de ezt én hozom most szóba. Azért az a kérdésre, hogy hogyan fog egy állami monopóliumra épülő gazdaság átmenni privát gazdaságba, arra igazából nem volt válasz már a 90-es években is sem. Pontosabban volt halvány kísérlet a dolgozói tulajdonnal összefüggésben, de végül is ez nem történt meg, és az egész tulajdonváltáshoz, tehát a rendszerváltás azon részéhez, amely a tulajdonnal függött össze, végül is rettenetes emlékei tapadnak a magyar társadalomnak, és idáig jellemzően a különböző politikai elitek egymás erkölcsi ellehetetlenítésével és egymás erkölcsi mi voltának megkérdőjelezésével voltak elfoglalva. Különös tekintettel a tulajdonra, a lopásra. Ebből adódóan most nehéz helyzetben van az ellenzék. Tudnélik, a Fidesz hallatlan innovatív módon használja fel az írott jog adta lehetőséget, és visszaélt a kérharmadával. Ez egy olyan politikai kérdés, amire választ kell tudni adni, ezért kapják a fizetésüket. Hát az... Hogy miért nem tudnak válaszolni, erre András ezen kívül más nem tudok mondani. Nem is készültek idáig ebben az ügyben szerintem kellő mértékben és kellő intenzitással a hatalomváltásra. Szóval azért egy évvel a választások előtt valami hasonlót szintén lehetett volna csinálni, mint annak idején volt az ellenzéki kerekasztal, és foglalkozni kellett volna nem nagy titokban, hanem ha úgy tetszik a társadalmi nyilvánosság előtt azzal, hogy mit csinálunk mindazokkal a tulajdoni elemekkel, vagy mit csinálnak azokkal a tulajdoni elemekkel, amelyeket a Fidesz nagyon ügyes technikával és innovatív módon lényegében politikai kijelölés alapján privatizál. Szerintem van erről gondolkodás, és szerintem erre született, ki nem mondott megoldás is. És szerintem részben ezt látjuk a fővárosban, hogy az van, amit te mondasz, igen, hogy
Csintalannak van igaza is. Nem a Márki-Zaynak, ezeket a jogviszonyokat alapvetően nem lehet megkérdőjelezni, a tulajdon az tulajdon marad, lehet apróbb-nagyobb civakodásokat folytatni majd egyes vagyontárgyak fölött, egyeseknek megkérdőjelezni a törvényes alapját, de alapvetően ez már ebben a rendszernek a keretei között fog folyni, aztán meg majd az idő megoldja a többit. Én nagyon határozottan azt gondolom, hogy ez irányba megy el az ellenzék vezet, vagy legelmésebb része. Ez egy belátás. Hát emlékszel még rá, nem csupán a tulajdon, de ez a tulajdonnal kapcsolatban jött ki a 90-es évek elején, a 80-as évek legében, ez a kárpótlás kérdése. És hogy azzal kapcsolatban pont a Fidesznek volt az álláspontja, hogy nem lehet úgy csinálni, mint hogyha nem telt volna el 40 év. Itt pedig most már eltelt 11. Nekem a problémám az változatlanul azzal van, hogy ez nem mondatik ki. Hogy... Hát azzal nekem is van problémám, és úgy tűnik, hogy ez újra és újra előkerül ez a dramaturgiai helyzet, ha úgy tetszik. Ez biztos, hogy ha ennek a kimondása elmarad, akkor az emberekben, a választópolgárokban hiú ábrándok fognak támadni. Annál is inkább, mert még mindig nem eléggé evidens, én tudom, hogy nagyon hülye hangzik, amit most mondani fogok, az ancien rezsim egy jelentős része túl szokta élni. Még a nagy francia forradalom idején is jól levágták Mária Antoinette és 16. Lajos fejét, meg sok mindenkit kivégeztek, de az ancien rezsim túlélte. Hát annyira túlélte, Sándor, annyira túlélte, és hogy erről beszélni is akarok, mint nagy idők tanulja több oldalról, hogy 2010-ben, amikor aztán nem egyszerűen kétharmados többség született meg, hanem ráadásul az egyik fő ellenzéki erő az még radikálisabban volt ilyen. Szóval még ez a támogatás sem volt elég az ancien rezsimmel való leszámoláshoz. Szóval ez a fajta leszámolás, én tudom, hogy nagyon jól hangzik, és lehet választókat ezzel toborozni. Meg jó, még szavazatokat is lehet nyerni, de ez hazugság. Képtelenség nem működik. Az emberi társadalom nem így működik. A történelem maga se így működik. Még akkor se, hogy az ancien rezsim felét mondjuk ad abszurdum fognák, vagy nem tudom, hogy hol lehet a határt meghúzni, vagy hol találhatnák meg a forradalmárok azt a határt, ha valamiféle helyre külön elkülönítenék őket egyrészt. Hogyha darabra nézzük, azon kívül az ancien rezsim saját magunkban, a lelkünkben, mindannyiunkban benne él. Hát azért most már ennyi idő után kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy például az attitűdök azért azokban is megjelennek, akik látszólag ellentétes politikai táborokban vannak. Az elmúlt néhány száz év magyar történelme mindannyiunkban benne van, és ebből nagyon nehéz kilépni, mert egy dolog rendszert váltani, de a rendszer alatt akkor a szerkezetet és a struktúrát értem, de ami a döntéshozók, a mindenkori politikai többség attitűdjében benne van, azok néha, mondjuk nem akarok nagyon megbántani senkit, de bizonyos értelemben bizonyos ellenzéki politikusoknál és nagyon sokaknál, nem kevésnél, föl lehet fejezni hasonló attitűdöket, mint amelyeket egyébként a kormányzó többség politikusaiban vélek felfedezni. Lásd például a politika és a nyilvánosság viszonyát. Én nem látok olyan baromi nagy különbséget egyébként abban, hogy viszonyul a politika a nyilvánossághoz. Nem látok nagy különbséget abban az értelemben, hogy hogyan, vagyis a tekintetben, hogy viszonyul az ellenzék, illetőleg a kormánypárti politikus maga. Hát én nekem erről közvetlenül tapasztalataim vannak, persze, de még nem csak az attitűdök, hanem legyünk ennél konkrétabb, a konkrét személyek. Igen. Hogy egy kényes kérdést tegyek fel. Csányi Sándor. Magyarország elmúlt 30 évének meghatározó alakja, vezető bankárja, vezető üzletember. Igen. Lehetett volna egy Csányi Sándor politikai kapcsolatok nélkül a 90-es években? Senki nem lehet politikai kapcsolatok nélkül a jövőben sem, mondjuk az ország egyik
adott esetben leggazdagabb vagy legsikeresebb vállalkozójává válni. Csányi Sándor, hát ő tényleg egy kivételes személyiség, mert ő megcsinált valamit a rábízott vagyonnal, méghozzá nem is akármit, ha úgy teszik, van hány, két darab multinacionális vállalat van Magyarországon, vagy még a vízzel is ide számít. Nem erről van szó, hogy ennek ellenére 2010 után is, egyébként a vízervezető is természetesen, de Leisztinger Tamástól kezdve nagyon sok, akik lehetne mondani, akikkel szemben ment a hergelés 2010 előtt, mind maradtak szereplői a NER-nek is. Figyelj ide, én ebben önmagában semmi kivetni valót nem látok, szintén szólva. Ez az egyik, de még Csányihoz visszatérve, ott azt hiszem, hogy nagyon is méltányolni kell, hogy egy új rendszerben és egy új szisztémában, egy új magyar gazdasági és pénzügyi viszonyok között, egy lebontott határ mellett az nemzetközi piacon, az európai piacon értelmezhető nagyságrendű és professzionális céget csinált. Egy olyan helyzetben, amikor egyébként a státusza erre nem prezentál. Jó, én vittem egy... A hatalom helyzetbe hozta, ez tény, de nem azért nagyon baromi jó kapcsolatai voltak, ha úgy tetszik, bárki lehetett volna Csányi Sándor. Az, hogy éppen ő lett, az a véletlen műve, hogy mit csinált, az meg viszont a személyes teljesítményének műve. Rendben, lejárt az időnk, mert mindjárt hírkezik. Köszönöm, hogy itt voltál, szerintem fogunk még beszélgetni bőven. Oké. Szervusz. Na és akkor a következő órában jövünk mindjárt vissza, addig is majd hírek. Beszóló. Interaktív kibeszélőshow a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Jó napot kívánok, és már itt is van velünk Karsai Dániel, alkotmányjogász ügyvéd, és vele meg fogjuk próbálni megbeszélni azoknak a dolgoknak a jogi hátterét, amiben az elmúlt egy órában szó esett. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit! Nos, az elmúlt egy órában elszámoltatásról, írott jogról, jogon kívüli eszközökről, fideszesek jogszabályi háttér nélküli bebörtönzéséről esett szó, és meg nagyon sok mindenről, és ezekről is majd ejtsünk pár szót, de előtte még, ha jól tudom mondani, szeretne valamit. Igen, tisztelt szerkesztő úr, hogy önnel előzetesen egyeztettük, ugye a beszélgetés megkezdése előtt szeretném nyilvánosan kifejezni azzal kapcsolatos egyet nem értésemet, hogy a Spirit FM jelenleg a klubrádió frekvencián sugároz. Ez egy ideglenes engedély, ami visszavonásra kerül a Spirit FM-től, ha a klubrádió megnyeri a folyamatban lévő pereket, de akkor is akarva, akaratlanul én úgy gondolom, hogy a Spirit FM ugye az ellenzéki sajtó hát visszaszorításához ebben asszisztált, ami hát szerintem nem volt szerencsés, úgyhogy ha megengedik ezt azért így leszögezném, mielőtt ugye az önök rádiójában a nagyon megtisztelő felkérésnek elegetében elkezdenénk a beszélgetést. Természetesen. Ezek után állok rendelkezésre. Természetesen, szerintem nyugodtan indíthatunk így együtt. Én nem tudom, hogy az ellenzéki sajtó vagy a média megjelölés az pontosan mit jelent ezzel kapcsolatos felfogásbéli különbségek már az amúgy is töredezett magyar közéletet tovább szabdalják, és ezzel valószínűleg lehetnek vitáink újságíróknak is egymás között. De beszéljünk egy kicsikét erről, mert szerintem jól szimbolizálja mindazt, amiről általában egy nagyobb képet tekintve szokott szó esni. Tehát abban az esetben, hogyha a bíróság az egyik vagy a másik félnek igazat ad, ön azt nem vonja kétségben. Hát nem vagyok abban a helyzetben, hogy kétségbe vonjam. Ugye azt is fontos leszögezni, tehát hogy én a klubrádióban semmilyen viszonyban nem állok, hallgatom néha esetre, de semmilyen érintettségem ügyvédként ott nem járok át, tehát ezt szögezzük fel az elején, tehát ilyen típusú érintettségem nincs. Az ügyet csak és kizárólag ugye a médiában megjelenő hírekből ismerem, gondolom önhöz is hasonlóan. Nem teljesen, de egyébként természetesen untig elég annyi, amennyi a médiából ismerhető. De a kérdés változatlan az, hogy ha
hogyha a bíróság a benyújtott papírokra és minden másra való tekintettel az egyik vagy a másik félnek igazat ad, akkor ő azt elfogadja, nem? Hát ez a kiindulás. Ugye aztán, hogy egy bírósági döntés megfelelő-e, jogszerű-e, érdemesen lenne fellebbezni, ha jogerős döntésről beszélünk, további jogorvoslatokat kérni alkotmánybíróságon, azután esetlegesen nemzetközi fórumok, mondjuk a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság alatt. Ugye ez egy következő kérdés, amit én tudok mondani, hogy a rendelkezésemben álló információk szerint a Klubrádióval kapcsolatos eljárás, hát tisztességessége és elfoglatlansága legalábbis megkérdőjelezhető. Nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben a végső szót ugye a hanyilvánosságra körül a bírósági döntések megismerése fényében lehet és kell megtenni, de összességében én azért úgy gondolom, hogy egy ilyen függő helyzetben, ahol azért a nem teljes tisztességesség komoly gyanúja fölmerül, nem volt a legszerencsésebb az, amit a Spirit FM lépett, de Értem, amit mond, csak az van, hogy azért, mert egy másik rádió tulajdonosa meg egy az egyben azt mondta, hogy a Magyar Bíróság pártszolgálatos döntést hozott, és ilyen lehet. Tehát ilyen helyzet lehet egy országban, a Kádár rendszer bíróságainak a túlnyomó többségét valószínűleg nem úgy tartjuk nyilván, mint amelyek a Központi és Politikai Bizottság akaratától függetlenül működtek. Ám Magyarországon mind az ellenzéki politikusok, mind a jogvédők a bíróságok függetlenségéért szoktak aggódni, és nem azt szokták mondani, hogy ezek a bíróságok már egy az egyben a Fidesz akaratának végrehajtói volnának. Ezt én is így gondolom, ugye én is egyébként a beszélgetésben, lehet, hogy később ez elő is fog kerülni. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a bírói függetlenség intézménye komoly támadásoknak van kitéve. Ugyanakkor ez a bírói függetlenség teljes mértékben nem veszett el, tehát azt állítani, hogy ma Magyarországon a rendes bíróságok azok arctalan, mindenfajta jogi, morális megfontolás nélkülöző kiszolgálói a kormányzatnak, tehát a hatalmi ágak elválasztása minimális szinten sem érvényesül, az szerintem durva túlzás lenne, és a realitásoknak nem felel meg. Ugyanakkor az is ugye megfigyelhető, ugye, hogy a számos és folyamatos támadás éri ezt a független hatalmi ágat a kormányzat részéről, és ezért bizonyos ügyekben azért fölmerül a gyanú politikailag szenzitív ügyekben, és ilyen a Klubrádió ügye is, hogy hát nem biztos, hogy a legelfoglalatlanabb és megfelelő döntések születnek, hát ugye a médiatanács határozata ebben az ügyben kérdéses volt, ez egy folyamatban lévő ügy, amiben nyilván a végső szót megismétlem később lehet kimondani, de azért ez, ami eddig történt ebben az ügyben, azért valószínűleg azért nem a leghaptisztább. Meglátjuk, de az ez is stimmel, is egy ilyen, hát nem fekete és nem beledős, hanem nem is hófehér. És nem is hófehér ügy, ez nyilvánvalóan így van. A Spirit FM első pályázatát például azért zárta ki a médiatanács, mert a zene kifejezést, mint olyat nem sikerült értelmezni, az sem volt a másik oldal számára, hogy is mondjam, teljesen tiszta eljárásoknak megfelelőnek tűnő megoldás. De mondom, ez egy jogi vita, hogy akkor most 400 milliós tőkehiány az egyik oldalon, és a másik oldalon meg valami más. Hogyha a bíróság dönt, akkor az igazság egyik szintjén azt mondhatjuk, és itt most mindegy, hogy a Klubrádió és a Spirit FM vitája, vagy bármi más van, hogy akkor ez így megfelel. Másfelől viszont. Van egy olyan helyzet Magyarországon, ahol a piaci versenyt, vagy akár a politikai versenyt nagyon-nagyon-nagyon sok minden korlátozza. Igazából torzítja, kérdésessé teszi. Ez, meg, ön szerint ez a jellemzés megállja a helyét? Általánosságban, most ha általánosságban beszélünk a magyar helyzetről, én úgy gondolom, hogy igen, hát alkotmányjogászként, amit én erről a dologról tudok mondani, ugye, hogy a magyar alaptörvény, illetve mondjuk az emberjogi egyezmény ugye biztosítja a tulajdonhoz való jogot, az alaptörvény külön ehhez kapcsolódóan mondjuk a vállalkozás szabadságát is, ami ez egyébként nem csak az új alkotmánybíróság, hanem az elmúlt 30 évben mindig is ugye az alkotmánybíróság egy elég szűkítő értelmezés csatol, de akkor is benne van az alaptörvényben. Ezen kereteken belül azért volt számos olyan ügy az elmúlt 11 évben,
ami hát a tulajdon és gazdasági viszonyok olyan átrendezését célozta és valósította is meg, ami jogállami körülmények között nem biztos, hogy megengedhető. Ezek közben egy-két, ugye egyébként Strasbourgig is eljutott, és mondjuk elmarasztalásokkal is végződött, tehát nem csak mondjuk egy szakmai véleménye egy alkotmányjogásznak, hanem mondjuk bíróság is kimondta az ilyen átlakítások alkotmányjogászségét, ez mondjuk pont a trafikmutyira gondolok, ami lehet, hogy makrogazdasági szinten mondjuk nem egy nem a legjelentősebb tétel, de azért mégis jól példázza, hogy a NER pontosan tudja, hogy nem csak három klasszikus hatalmi ág van, mint ugye alkotmányokból megtanultuk első egyetemista korunkban, tehát nem csak a parlament vagy a bíróságokat kell megszállni, hanem a gazdaság is az egy külön hatalmi ág. És hát ugye ennek a megszállására is törekszik avval, hogy átrendez hatalmi viszonyokat. Tehát ugye, ami mondjuk sikamosabb téma, mondjuk a pénznyerő automaták üzemeltetése, ugye ami hát 2012-ben egy 80 milliárdos piac volt, és ugye hát átszervezték kaszinókba, amik hogy nem nerközeli vállalkozók kezében volt. Jó, maradjunk még egy kicsikét a mi rádiónknál, vagy a rádió ügyünknél, aztán majd lendülhetünk ezen túl, csak ezen igen jól bemutatni, tehát hogy akkor egyetértünk abban, vagy a kompromisszumra tudunk abban jutni, közös álláspontra, hogy van egy így-úgy szabályozott jogszabályokkal szabályozott állami működés, és azon belül viszont különböző nyomulások mennek, a tiszta versenytől messze vagyunk. Igen, hát ugye a média piac, és ugye főként ugye a rádiózás, meg a televíziózás, ugye az egy elég speciális piac azért, mert ugye ott szűkösség van, tehát mondjuk, nem tudom, tehát ruhaboltot gyakorlatilag mondjuk számolatlant lehet nyitni Magyarországon. Frekvenciából, használható frekvenciából azért véges van, tehát ott óhatatlanul mások a szabályozások, de az biztos, hogy itt egy olyan piac, ami hát időről-időre előjönnek vele a problémák mind a TV kapcsán, tehát ahogy most is ugye a rádiófrekvenciák kiosztása kapcsán. Stimmel, csak ezt most azért hoztam ide, mert vitatom azt, ami a felvezetőjében, de lehet, hogy csak elszólásként elhangzott, hogy a klubrádió frekvenciáján. Ez egy állami frekvencia, ahol a klubrádió előtt is volt már valaki, utána is lesz valaki, más frekvenciákon is van valaki, és valaki ebben dönt. Nem vitatva egyébként azt, hogy a klubrádió mint közösség, értve ez alatt műsorkészítőket és hallgatókat egyaránt, azoknak a létezése szerintem fontos, de hogy ezen kívül is, ugyebár piacról beszéltünk volna, ha lenne, mások is vannak. Hadd mondjak el egy példát, hogy mire gondolok. Egy betelefonáló valamikor a múlt vagy a múlt előtti héten szememre hányta azt, hogy én volt HVG-s újságíróként. Hogy ülhetek le egy olyan tévében, ahol az előttem vagy az utánam lévő adás, ő már nem is tudja, mondja Puzsér Róbert részvételével zajlik. Na most ugyebár Puzsér Róbert önálló entitás, rengetegen hallgatják, rengetegen követik, megvan ennek a piaca. Abban az esetben, hogyha a NER média tanácsa máshogy dönt, úgy a klubrádió is NER frekvencián van, és úgy a betelefonáló hölgynek már megfelelt volna, hogy a NER tart fent egy frekvenciát, hogyha ott a Puzsér nem hallható. Ezzel most csak azt akartam mondani, hogy ezek azért sokkal bonyolultabb helyzetek, meg hogy ki mit tart jogállaminak, meg elfogadhatónak, az sokkal inkább, sokkal többször személyes ez ízlés. Itt kicsit azért összemosódnak most dolgok. Tehát egy, hogy mondjuk egy média személyiség mennyire hiteles, mennyire nem hiteles, ki meghívható, ki nem hívható, meg én úgy gondolom, hogy az mondjuk egy szuverén döntése egy médiumnak. Ahogy az is szuverén döntés, hogy az ember mondjuk egy vitatkozós műsorba ki kell hajlandó együtt leülni. Én azért halkan megjegyzem, én úgy gondolom, hogy Magyarországnak az egyik legnagyobb rákfenéje az, hogy egyre kevésbé beszélgetünk egymással, és egyre kevésbé beszélgetnek azok az emberek egymással, akik úgy tűnik, hogy szöges ellentétes véleményeket vallanak, és ugye a magyar társadalom ahelyett, hogy végre megpróbálná azt megtalálni, hogy mi benne a közös, akár vele nagyon messzi álló emberektől, és ugye folyamatosan azt nézzük, hogy miért utálhatjuk egymást, ugye, ami hosszú távon katasztrófába vezet. De ugye a fő kérdés, tehát hogy ki ez a frekvencia, nem szerintem, hogy állami frekvencia, de hát azért ne tegyünk már úgy, mintha itt mindenfajta kontextus nélkül lenne egy frekvencia
frekvencia használata. Természetesen a klubrádió nem úgy birtokolja ezt a frekvenciát, mint ahogy az ember birtokolja a saját lakását, vagy kocsiját, vagy a homokozó lapátját. De azért az egésznek ugye azért nem ez volt a hátterében, és azért ez kimondható, hogy itt azért egy racionális várakozás, azért legalább nem eretnek gondolat használjuk, hogy a klubrádió oldalán lehetett, hogy egy egyébként igazából problémamentes működés után azért ő folytathatja megfelelően a munkásságát, és hát persze vannak mások is, akik ezt szeretnék csinálni, tehát én azért már mondtam korábban is, hogy ez a probléma nem fekete-fehér, de hát azért itt volt, én úgy gondolom, hogy probléma éppen nem ért ezzel a történet, tehát ez nem egy teljesen szabad frekvencia, és ugye az, hogy mi történik a pályázat kapcsán, nem arról van szó, hogy a klubrádió egy teljesen üres dologra megy, és igen, hát a NER-től kéve a frekvenciát, hát ugye Magyarországon élünk, tehát ezt nem lehet, hogy nem itt tennénk, és ugye hát a NER-rel is az a baj, hogy amilyen nem az, hogy hívják valahogy, tehát hogyha a NER hirtelen elkezd valóban jogállami módon működni, akkor hirtelen nem lesz vele semmi probléma, a neve meg ugyanaz marad. Hát ebben az esetben ugye egyelőre ez még több mint kérdéses, hogy meg fog-e történni, meglátjuk a jövő zenéje. Jó, én csak erre utalni akartam arra, hogy mennyire a percepció múlik, hogyha az én ízlésemet elégítik ki valamilyen rendszer, akkor azt rendben tartom joginak is, hogyha kevésbé, akkor pedig ennek a hiányosságait hangsúlyozom, de egyetértünk az abban... Az bizonyos, hogy a közügyek megvitatásának Magyarországon, de világszerte is egyre inkább a legnagyobb problémája az, hogy az indulataink előzetes prekoncepcióink alapján döntünk és beszélgetünk, és a racionális statisztika alapú érvelés az egyre inkább visszaszorul, mondjuk ezért egyébként Nobel-díjakat is kiosztanak a ilyen területen lévő kutatási eredményekért. Az biztos, hogy ennek változnia kéne, hát remélem, hogy például ebben a beszélgetésben én azért szerintem egyetértünk abban, hogy a beszélgetés hiány meg a sokszínűség hiány az a fő rákfene, éppen ezért szerettem volna ezzel a kérdéssel kezdünk, és akkor léphetünk is tovább, mert ami azt érintette, hogy az egyik vagy másik fél mit gondol igazságnak, és ezt nem beszélik meg, hát ez az alkotmányosság fő kérdése. Márki-Zay Péterrel beszéltem az előző óra első felében, aki azt mondta, hogy abban az esetben, ha egy új parlamenti többség jön létre, akár csak 52-54%-os felhatalmazással, tehát ennyi részét fogja birtokolni az új országgyűlésnek, azzal a felhatalmazással érkezik majd a parlamentbe, hogy ő új alkotmányt akar, új káderállományt akar, nem kell itt kukacoskodni, ezt a népakaratot kell végrehajtani. Mit szól ehhez? Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés, és alkotmányegészként nagyon nehéz az udvariasság talaján maradni. Megmondom, hogy miért tartom ezeket a ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokat nagyon veszélyesnek. Lehet, hogy ezek később cizellálódni fognak, vagy hozzám is egy bizonyos szűrőn keresztül jutottak el, és én értem őket félre. De ugye azt azért szögezzük le, hogy a NER, és ezzel lehet vitatkozni, de ettől még így van, a NER a formális legalitás talaján jött létre, és a formális legalitás talaján működik. Mit jelent ez? A NER megalkotott egy alaptörvényt, jogszerűen. Betartotta az alaptörvény megalkotására akkor hatályos alkotmányi szabályokat. Nem illegális az alaptörvény, nincs a létrehozásában eljárásjogi probléma, ami alapján azt lehetne mondani, hogy ez egy jogszerűtlen norma, egy jogszerűtlen jogszabály, hogy bocsánat, a tautológiáért. Tehát ebből viszont nagyon fontos dolog következik, hogy nem lehet csak úgy félretenni az alaptörvény és az alapján megalkotott egyéb normák, szabályait, csak azért, mert nekem nem vagy, nagyon nem tetszik. Tehát alkotmányegészként azt tudom mondani, hogy az ilyen ötletek közjogi nonszenszek, semmi alapjuk nincsen. Ettől függetlenül egy politikus ilyet mondhat, de ezt úgy hívják, hogy forradalmi program, amit egyébként meg lehet hirdetni, egy politikus mondhat ilyet, ahhoz én alkotmányjogászként nem tudok hozzászólni, politológus elemzők mondják meg, hogy ennek mennyi a realitása. Lehet meghirdetni alkotmányos fülke ellen forradalmat, ez lehet egy program, és hogyha ehhez megfelelő társadalmi támogatást
szereznek, akkor jogi jogállamiságon kívüli eszközökkel meg lehet változtatni csomó mindent, de azt mondani, hogy ez mondjuk jogszerű lesz, azt mondani, hogy ez formálisan rendben van, az biztos, hogy nincs úgy. Mondom, ettől még lehet, hogy ez működni fog, mert ugye a jog az csak jog, betű, papíron vagy képernyőn, és a való élet néha fölülírja. Láttunk már radikális változásokat, amik a formális tételes joggal szemben ment átlakították a társadalmat. Csak ugye át kell gondolni, hogy ez mit fog jelenteni, és hogyan fog működni. Tehát ilyen programot meg lehet hirdetni, de hogy ez formálisan nem jogszerű, és biztos, hogy sérti az alaptörvényt, ami azt mondja, hogy kétharmaddal lehet módosítani, az alaptörvényt, vagy új alaptörvényt elfogadni kétharmaddal lehet. Erről a kérdésről csak el tudom mondani, alkotmányjogászként. Egykori alkotmánybíró, nagy tiszteletnek örvendő, tekintélynek örvendő jogászra hivatkozva, Vörös Imrére hivatkozva, ennek a feloldását abban látják, hogy az ő véleménye szerint hiába volt formális felhatalmazása a Fidesznek, és hiába tartott be minden formális szabályt, a kizárólagos hatalomgyakorlás elvével szembeni kormányzást és jogalkotást valósított meg, és éppen ezért illegitimnek lehet tekinteni a törvény kezését. Hát őszintén szólva nem is tudom megmondani, hogy pontosan milyen kezdő dátumtól, de valamikortól. A vita ott van, mármint akik velük vitáznak, azokkal a vita ott van, hogy ez, mert az ember azt mondhatja erre, hogy ez is csupán az egyik fél álláspontja. Miközben meg, mintha ez abszolút igazságként próbálnák kanonizálni ezt a vélekedést. Ugye itt megint összekeveredik az a dolog, hogy valamit nagyon utálok, és nagyon le akarok változtatni, és azt meg lehet-e tenni egy bizonyos eszközzel. Tehát Vörös Imrét én nagyon tisztelem, személyesen ismerem, neki nagy szerepe van abban, hogy én alkotmányjogász vagyok, hiszen az a Sólyom-féle alkotmánybíróság, aminek ő tagja volt, emblematikus tagja volt, hát azok a szövegek és döntések, amik ott születtek, hát az engem fiatal egyetemista hallgatóként alapvetően befolyásoltak. Ebben a kérdésben nem értünk egyet, és hogy a szakmára visszatérjek, szerintem ebben az érvelésben összecsúszik két fontos, de egymástól különböző dolog, hogy valami illegitime, tehát jogszerűtlen-e, vagy valami legitimációs deficittel küzd. Ez a második fogalom, hogy legitimációs deficit, ez nem egy jogi fogalom, ez egy politológiai társadalmi fogalom. Egyébként az alaptörvény, ezt sokan elmondták, való igaz, legitimációs deficittel küzd. A kezdetétől kezdve, mert a társadalom egyik felé teljesen kiadták ebből a dologból, pontosabban az egész társadalmat kiadták, mert semmilyen valódi társadalmi egyeztetés azért nem előzte meg az új alaptörvény megalkotását, de hát egyfajta világnézetet kifejez az alaptörvény, amit Magyarországon tetszik, nem tetszik, egyébként sokan osztanak, tehát nincs hatalmas elutasítottság a bizonyos körökben az alaptörvények, sőt szeretik, de mondjuk mi magunk, és én sem szeretem olyan nagyon. De ez a legitimációs deficit és az a tény, amiben Vörös Imrének igaza van, hogy ez az alaptörvény alapján a NER egy autoriter társadalomberendezkedés hozott és hoz létre, jelenleg is folyik ez a folyamat, tehát nem ért véget, azt ugye egyébként sose tud véget érni, mert mindig új és új területekre kell kiterjeszkedni, az ilyen típusú rendszereknek ez a jellemzője. Ez jogi szempontból nem teszi érvénytelenni az alaptörvényt, akkor se, ha nagyon szeretnénk. Én is nagyon szeretném, hogyha ki lehetne mondani valami jogi trükkel, hogy ez az alaptörvény érvénytelen, és én tök ezzel nem kell ráfigyelni, de sajnos nincs ilyen jogi trükk. Vagy legalábbis eddig senki nem mondta el nekünk, én nem olvastam, nem hallottam, nem láttam sehol ilyet. Tehát az, hogy az alaptörvény CE cikkében foglal tilalmat, hogy nem lehet a hatalom kizárólagos gyakorlásra törekedni, a Fidesz nyilvánvalóan megszegi, mert ez igaz, hogy megszegi. Ez nem teszi érvénytelenni az alaptörvényt, és ettől főként feles többséggel nem lehet új alaptörvényt hozni, vagy az alaptörvényt módosítani. Ezt meg lehet hirdetni megismétlen forradalmi programként, de az már egy jogon túli eszköz lesz, egy jogon túli ténykedés lesz. És hogy még miket érint azt, akik forradalmat meghirdetnek, nem feltétlenül tudják, ugyanis ezzel a nem jogászok kevéssé szoktak szembesülni, hogy az időnek a jogban milyen nagy szerepe van. Nem véletlenül, hogy az elévülésben vagy az elbirtoklásban ezt az alapvetően jogon túli tényezőt milyen komolyan veszi figyelembe. Tehát, hogyha valaki egy... Na, itt időközben
tűntünk, remélhetőleg, hogy mindjárt előkerül Korsai Dániel, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy micsoda, milyen jogi alapja lehet egy jogállamon kívüli alkotmányozásnak, és ő azt a igen határozott véleményét osztotta meg velünk, hogy nem lehet ilyesmi. Körülbelül ugyanazt mondta, mint Csintalan Sándor, hogy szemben néhány ellenzéki vélemény formáló vélekedésével is néhány ellenzéki politikus vélekedésével az írott jogot már pedig be kell tartani. Haló! Jó napot, itt vagyok, nem tudom, mi történt, technika ördöge, semmit nem nyomtam, meg folytassuk a beszélgetést, elnézést kérek. Nem baj, itt vagyok. Kellen, én addig összefoglaltam két mondatban, amiről eddig szó volt, szóval én valahogy azt fejtegettem, nem tudom, hogy meddig volt meg, hogy az időnek a jogban milyen nagy szerepe van, hogy például az elbirtoklásban is, vagy az elévülésben is, alapvetően ezt a jogon kívüli tényt milyen fontosként kezeli, és ez nem véletlen, hiszen a jog is időben zajlik, valós viszonyokat érint. Hiába tartok mondjuk például egy alaptörvény, mondjuk illegitimnek, és az alapján felálló különböző struktúrák lebonyolítanak gazdasági ügyleteket, például közbeszerzéseket írnak ki, amelyről nekem van valamiféle véleményem, és azt a közbeszerzéseket hozzám közel álló, vagy a hatalomhoz közel álló emberek szerzik meg, és erről egyesek azt gondolják, hogy akkor ezt meg lehet kérdőjelezni, de mi van azokkal a harmadik szerző felekkel, akiknek mondjuk egy közbeszerzési eljárás során, mint alvállalkozónak fizettek ki pénzt, vagy valami olyan fajta vagyontárgy, amit nem kellően szimpatikus módon szereztek meg, viszont aztán továbbadták, és a harmadik fél azt megszerezte. Tehát, hogy ezeket a különböző... Szerintem nem is kell ilyen valós és jó és bonyolult polgárjogi példákig elmenni. Hát ugye az alaptörvény 10 évben van a jogrendszerben. Az alaptörvény az azóta megalkotott és hatályos jogszabályok túlnyomó többségének az alapja. Ha csak a szűk közjog területén maradunk, hát ez alapján az alaptörvény alapján ellenzéki pártok részt vettek, most hétlen nem ismerem összeszámolni, Ánta Roncsam, jó pár választáson, országgyűlési, önkormányzatin, Európa parlamenti választásokon, ott mandátumot nyertek. Most el fognak indulni ezen alaptörvény alapján egy választáson, ahol mondjuk nyernek 57%-kal. A legitimációjukat az, hogy ő bennület a parlamentben, mint országgyűlési képviselő, ebből az alaptörvényből meríti. Majd a következő mozdulata azt mondja, hogy ez egész érvénytelen. Tehát bocsánat, hogy a elnézését kérem a rádió hallgatónak, egyelőre csak negatívkodom, na, de hát azért alkotmányjogászként a közjogi nonszenszekre nekem kötelező rávilágítanom akkor is, hogyha elsőre borúsnak tűnhet a kép. De hát ez csak egyfajta eszköz, ami nem alkalmas arra, hogy a NERT, hanem Magyarországot megreformáljuk, és visszavigyük arra az útra, ahova valóban reményeim szerint tartozna Magyarország egy modern, inkább Nyugat-Európához tartozó demokratikus jogállam. Nem kell elnézést kérni, mert nekem meg az a dolgom, hogy ezeket a vitákat felszínre hozzam. De akkor mégis mit lehet tenni olyan helyzetekkel, tulajdonszerzésekkel, egyéb jogviszonyokkal, amelyet az alaptörvény alapján megkérdőjelezni már nem lehet, viszont mélyen igazságtalannak él meg a társadalom egy jelentős része. Ezen a ponton alkotmányjogászként is egy picike politológiai elemzés vagy mondatot kell mondjak, tehát én úgy gondolom, hogy van egy bizonyos fajta csodavárás ellenzéki oldalon, hogy most itt leváltásra kerül a NER, amire választási szakértők szerint egyébként tényleg van esély, hogy mondjuk egy feles győzelmet az ellenzéki koalíció tud aratni. Kétharmados győzelemre az általam ismert elemzések alapján elég kicsi az esély. Nem kizárt, de az valószínűleg nem fog megtörténni. Tehát egy feles kormányzásra kell készülnie az ellenzéknek. Ha és amennyiben. Ha és amennyiben. Csodát nem lehet tenni, tehát ugye nem megtörténti tenni az elmúlt 11 évet, akkora már 12 évek. Nagyon nagy volumenű társadalmi átalakítások zajlottak le Magyarországon, tetszik, vagy nagyon nem tetszik. Ezt egy perc alatt semmivé tenni nem lehet. Tehát szerintem a kiindulás és a várakozás is kicsit olyan, hogy igazából nem lehet neki megfelelni. Tehát
az szerintem egy ilyen Tom Cruise számára is Mission Impossible lenne, hogy itt mondjuk nyer az ellenzék, és ő a miniszterelnök, és két hónap alatt itt minden rendben lesz, a korrupció teljesen felszámoljuk, a több mint kétes módon NER közelbe kijátszott magán vagy kvázi magán vagyonnál telt közpénzt mind visszaszerezünk, és innentől fogva tejjel mézzel folyó Kánoán. Ez még hogyha nem lenne hatalmas obstrukciós erő a leendő ellenzék a mostani kormányzat kezében, még akkor is évekig tartó folyamat lenne. Tehát én gondolom, hogy a realitás talaján kell maradni, és fokról fokra lehet haladni. Hogyha az ellenzék megnyeri a választást, akkor megnyerte, ő fog kormányozni. A mozgástere sokkal szűkebb lesz, mint a jelenlegi NER-nek, amelyik gyakorlatilag belső és külső fékekkel nem nagyon rendelkezik, de lesz mozgástere. Ezt pontosan föl kell mérni, hogy mi ez a mozgástér, pontosan mit tud elérni, és egyébként szerintem ez már az a szint, ahol nem is egy alkotmányjogász tud pontos és jó analízist adni, hanem mondjuk közigazgatási szakemberek, hogy tényleg pontosan mit fog tudni megtenni egy kormányzat, ha mondjuk elhatározza azt, hogy innentől kezdve, nem tudom, sárga legyen a személyigazolvány, hogy akkor azt mennyi idő alatt tudja megvalósítani. Tehát abban az abszolút szakpolitikai, szakmai kérdésekben tényleg mekkora lesz a mozgástér. De legyen inkább tehát kék. A helyzet nem reménytelen, de hatalmas, zseniális, előhúzom a kalap cilinderből a varázsnyulat dolog, ami egyből megoldja ezt a közjogi problémát, amiben most vagyunk, ilyen valószínűleg nincs, hanem sok kicsi apró répéssel lehet majd előre menni, és majd lehet, és szorgos hétköznapok lesznek, hatalmas, gólzáporos, nyolcgólos győzelem a világban a brazilok ellen egyből, hát valószínűleg nem. Már csak azért is, mert a franciák a világbajnokok. Igen, igen, tudom, sajnos a brazilok már régóta nem világbajnok, úgyhogy ők szoktak eszembe, nekem még mindig Ronaldo a abszolút. Értem, hogy akkor kérdezek egy köztesebb, mert ugyebár volt az a helyzet, hogy mi van, hogyha teljesen új rendszert alapítunk, mi van akkor az, hogyha nem, de igazságtalannak érzünk egy jogi helyzetet, de tiszteletben tartjuk az alapvető jogrendet, és van egy köztes szituáció, amikor ugyan nem vonom kétségbe a jogrendet, de az alapján létrejövő tranzakciókat mégiscsak törvényellenesnek ítélem meg. Tehát, hogy jogszerűen lehetne visszaszerezni vagyontárgyakat, lehetne eljárásokat indítani. Igen ám, de jogszerűen nem lehet olyan helyzetbe hozni szereplőket, akik a kormányhoz lojálisak, és nem a kinevezőjükhöz. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, mondjuk lehetne büntető eljárást indítani X-el vagy Y-nal szemben, de ezt a főügyész nem teszi meg. A főügyész alkotmányos eltávolításához viszont nincsen meg a jogszerű többség. Hát meg a lehetőség sem, tehát nincs olyan klauzula a magyar jogban, hogy a NER-t kiszolgáló legfőbb ügyész, jelentsen is ez bárminek, hogy egyáltalán így van-e, azt elmozdítom ezért. Tehát méltánytalanságokán lehet eljárás indítani, amit a köztársaság egyébként megindítani, hogy a méltánytalanság mit jelent, ez egy érdekes fogalom. Ilyen eljárás sosem indult, és egyébként ez egy veszélyes precedens, mert ugye nézzünk azért kicsit messzebb, mert akkor innentől kezdve minden egyes kormányváltásnál ilyeneket elkezdünk játszani. Tehát nem egyszerű a feladat, mert a nem jogállami eszközök alkalmazásának az a veszély, hogy még lejjebb megyünk a legjobb szándéktól vezérelve ugye abba a nem jogállami spirálban, ami most is van Magyarország, és akkor mi lesz a vége? Tényleg, mi lesz a vége? Alapvetően ezt a kérdéseket nem szokták. Ismételni, tehát, hogyha valamit jogszerűen nem lehet megtenni, azt nem lehet megtenni jogszerűen. De ha megnyeri az ellenzék a választás, nem pusztán jogi mozgástér lesz, hát persze a jog az szabályozza az élet összes területét, na de azon kívül van a teljes élet, ahol hát a mindannyiunk életében azért nem mindig azt nézzük, hogy milyen jogszabály van kiírva, amikor veszünk egy kiló kenyeret a boltban, tehát hogy lesz egy egyéb mozgástér is, tehát hogy elindulhat egy új folyamat, ami előre mutató is lehet, de az, hogy mondjuk másnap a miniszterelnök szülőfalujából a saját zsenialitása okán meggazdagodott vállalkozótól másnap mindent visszaveszünk, mert úgy gondoljuk, hogy ő korrupciós eszközökkel és teljesen szerezte azt a vagyont, ami neki megvan, ez nem biztos, hogy egyből így menni fog. Mert ha ezt az illetékes szervek nem teszik meg, akkor nem teszik meg. De lehet, hogy egy kormányváltás után igen. Nem tudjuk. Elhangzott egy kulcskifejezés a precedenst említette. Ez az, mintha valamiben mostanság nem csupán a magyar közjogi berendezkedés és politikai működés során nem gondolna senki. Ezt most csak
más területről való, ezt most csak azért hozom ide, mert van egy olyan terület, amelyben mi számtalan ponton egyetértünk, nem tudom, hogy maga tud-e róla, de a járványkezelés is ilyen. Nem is az a kérdés, hogy ezt most jól kezelte az emberiség, avagy sem, hanem milyen precedens teremtünk azzal a kapcsolatban, hogy innentől kimondja azt, mivel kapcsolatban, hogy mekkora a veszély, és ezért felfüggesztjük a legalapvetőbb emberi jogainkat. Ezt a fajta távlatos gondolkodást egyébként én nem csak a magyar politikából hiányolom, hogy nem tudunk elvonatkoztatni a pillanatnyi céloktól, hanem azt, hogy jó, ha megteremtettünk egy precedenst, nem igazán tudjuk annak az alapjait, akkor innentől ki és mire lesz felhatalmazva, mint hogyha ez kiveszett volna ennek a mérlegelése. Én úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan térünk át járványtémákra, mert akkor ugye az elviheti a beszélgetést. De egyetértek vele, tehát ezt a racionális döntéshozatal az elmúlt egy másfél évben súlyos hiányosságokat mutatott Magyarországon, világszinten, és ez még véletlenül sem a konkrét vagy általános járványügyi politikája a magyar vagy bármilyen kormányzatnak, ugyanis az látszik, hogy egyszerűen egy olyan közhangulat által vezérelt és determinált politikai döntéshozatal van, aminek a racionalitáshoz sokszor kevés vagy sokkal kevesebb köze van, mint kéne lennie. Tehát az egyik legfontosabb kihívás, hogy gondolom egyébként az emberiség előtt áll, okolva a koronavírus járványból, remélhetőleg azért most már ez hamarosan lecseng, nem tudjuk, de én óvatos optimizmusnak adnék hangot a tekintetben, hogy hogyan tudjuk úgy átalakítani a döntéshozatali mechanizmusainkat, hogy a rációnak nagyobb szerepe legyen, és hát a közhangulatoknak kicsit kevesebb. És az is való igaz, hogy a járványügyi védekezés kapcsán túl könnyedén odadobtunk nagyon sok emberi jogot, és emberi joggyakor, alapvető joggyakorlását, amikor nem biztos, hogy ugye ez indokolt volt, és lehet, és hát lehetséges, hogy ez veszélyes precedens teremt. Ugyanakkor azért én e tekintetben is óvatos optimizmusnak adnék hangot, ugye ez a koronavírus járvány okozott egy hihetetlen pánikot, azért mégis egy potenciálisan bárkire halálos betegségről beszélünk, így tűnt az elején. Most látjuk, hogy erről már természetesen messze menőkig, hála Istennek, nincsen szó. Azért ilyen típusú helyzetet azért mesterségesen kreálni, hát több, mint nehezebb. Több, mint nehéz, nagyon nehéz. Úgyhogy az ilyen típusú rendkívüli helyzetek, ugye, amik egyébként nem jogon kívüli helyzetek, és ideális esetben egyébként nem jogállamiságon kívüli helyzetek, hiszen megfelelő alkotmánybírósági kontrollnak kellene lennie, és időben korlátosnak kellene lennie. Magyarországon ez a két követelmény nem igazán valósul meg. De azért, hogy ebből rendszer lenne a jövőre nézve, én azt nem hiszem. Tehát, hogy teljesen visszaélésszerűen alkalmazzák, főleg világszinten az ilyen rendkívüli állapotok kérdés és ahhoz kapcsolódó speciális jogosítványokat a kormányok, hát akkor annyi gondolom, hogy akkor ott már alapjaiban nagy gond van. Amit nem zárhatunk ki teljesen, egyébként a szóhasználatok árulkodók, mert hogy ha akár a járvánnyal kapcsolatban, akár a magyar politika előtt álló feladatokkal kapcsolatban elhangzik folyamatosan egy ilyen lebecsülő kifejezés, amikor a formalizált eljárásokról, emberi jogokról beszélünk, mondjuk például egy járványvédekezésben, akkor ugyanaz a kifejezés hangzik el, amelyet mondjuk Kövér László előszeretettel hangoztat, hogy nem kell a jogászkodás. Az elmúlt egy évben is elég sokszor hallottam ezt, és hogy ez minthogyha még akár azt is mutathatná, hogy itt nem Magyarországra tér majd vissza a Montesquieu-i értelemben vett hatalmi ágak elválasztására épülő jogrend, hanem lehet, hogy Magyarország a mintaállama egy új típusú demokratikus működésnek. A jövőben senki nem lát, de én úgy gondolom, hogy azért nem ez lesz a világrend, tehát azért a kép nem ennyire szomorú. Ugye Magyarország a járványügyi intézkedések kapcsán is, meg a rendkívüli jogrend bevezetése és működtetése kapcsán is komoly problémákkal küzd, és komoly alkotmányossági problémákkal küzd. Ugye a rendkívüli jogrend hirdetésének igazából alkotmányos oka járványügyi védekezéssel kapcsolatos oka nem volt. Én úgy gondolom, hogy ebben komolyan vehető szakmai konszenzus azért van, és ugye hát egy meglehetősen kétes alkotmányos alapon hozott, aztán a kormány nagyon sok olyan
járványügyi rendeletet, ami a különböző jogkorlátozásokat vezetett be, szintén nem biztos, hogy alkotmányosan megindokolhatóan, de a magyar társadalom többségében azért ezt elfogadta, hiszen meg lehet nézni, hogy milyen alkotmánybírósági badvány és hány darab ment be, meglepően kevés ahhoz képest, hogy szerintem mennyi lehetett volna. Tehát ezt meg lehetett csinálni a magyar társadalommal. Ez van, tehát lehetséges, hogy emiatt mondjuk a helyzet akkor kicsit veszélyesebb, de mondom, tehát egy olyan teljesen a modern korban teljesen egyedülálló szituációban voltunk az elmúlt másfél évben, amiről egyszerűen most még nem lehet megmondani, hogy egy ilyen orwelli világba történő belépés első lépcsőfoka volt ez, amikor erre visszafogunk nézni 20 év múlva, vagy egy egyszeri dolog, amiből egyébként okulva tovább lehetett lépni, és lehetett fejleszteni az emberiséget. Én azért bízom benne, mert hát különben mi értelme, hogy csináljuk a dolgainkat, hogy azért ez az utóbbi fog megvalósulni, és hát lesznek benne visszalépések, előlépések, ugye az emberi történelem, meg az emberi fejlődés az nem egy ilyen egyenes vonal, hanem hát abban a kacskaringó kurflik vannak, visszalépések, előrelépések, ez egy ilyen játék, mindig is ilyen volt, mindig is ilyen lesz. Maradjunk ennél az optimista végkicsengésnél. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, és további szép délutánt kívánok, mi még itt betelefonálókkal leszünk az elkövetkezendő percekben. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, viszont hallásra. És már is itt van velünk valaki a telefonban. Jó napot kívánok, Ferenc, ha minden igaz. Haló. Haló. Haló, üdvözlöm a... Nem először csalt meg a technika minket a mai napon, elnézést kérek. Ez egy nagyon pajkos jóság. Na. Parancsoljon, hallgatom. Nos, én Ferenc vagyok, és hát a téma az esetleges kormányváltás és az úgymond ellenzékieknek, a ellenzékinek nevezett egyesülésnek a feladatai és egyebek. Tehát az én szerény véleményem szerint egy kormányváltásra már azért szükség lenne mindenképpen. Nekem az az érzésem, hogy egy kicsit nem ártana, hogyha ez a magyar nép egy kicsit fellélegezhetne. Most én nem szeretem ezt a lipsizést, meg azt se szeretem, hogy konzervatív keresztény, meg jobboldali, meg hasonló, mert vannak gondolkodások hasonló, mindegy, de nem ennek van jelentősége. Nem vagyunk, mint állatok, hogy billogot üssenek ránk, szóval ez az első, hogy nem szeretem, mikor embereket megpecsételnek. Itt egy népről van szó, és van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja. De egy esetleges váltásnál én személy szerint, hát vannak elvárásaim. Na, hallgatom ezeket az elvárásokat, hát ha lehet tolmácsolni az illetékeseknek. Hát az ígéretek betartása, mert ugye ígéreteket hallunk. Most nyilvánvaló, hogy az összes az nem hinném, hogy teljesíthető. Sok minden miatt. Részben anyagi, részben hozzáállási dolgok miatt, de ha ezek az ígéretek 50%-ban pozitív módon teljesülnek, már beljebb vagyunk egy lépéssel. Ez az egyik. Olyan elképzeléseim vannak, hogy például ezek a 9 éves megbízások, tehát a főügyész úr és egyebek, ezek neccesek. Mert végül is egy előző gondolkodás, egy előző talán nem is rímmelő dolognak a továbbvitele. Tehát mindenképpen ez az, és ezek magasrangú személyek meghatározzák. Itt bőségesen lenne, elég lenne egy 5 éves dolog, amiből egy évet még átvisz, utána köszönjük szépen, érdemei elismerései mellett, pápá. De hát pont nem arról van szó, hogy mit tartunk ideálisnak, hanem arról van szó, hogy van egy helyzet, amely köti a kezét bármelyik új kormány. Igen. És itt következik a másik oldal, amit szeretnék, tehát mindenképpen egy tisztességes alkotmányozást, de jogállami keretek között, tudom, hogy ez a kétharmaddal és a pillanatnyilag felállt alkotmánybíróság összetétele miatt kissé necces, de szerintem vannak értelmes és okos jogászaink, akik ezt valamilyen módon
Tehát egy tisztességes és valóban az emberekről szóló alkotmányt tudnának létrehozni, mert ez a mostani, ez valahogy nem egészen a legjobb. Erről jogászként hadd mondjak valamit, mert van egy meglátásom. Igen. Nekem nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy az úgynevezett szakemberekre most már úgy tekintünk, mint valakikre, akik megmentik helyettünk a saját életünket. Úgy hívjuk a jogászt alkotmányozni, mint a papot az utolsó keretnél. Rossz hírem van, nem fog a jogász emberszerűbb alkotmányt csinálni az emberek helyett, maximum segíteni tud ezt jogszabályi formába önteni. Igen, én ezt megértem, de hát itt egy népszavazás, vagy valami hasonló, szóval én nem tudom, de ez nem, ehhez én nem vagyok elég okos, meg szóval ez nem... Biztos vagyok benne, hogy ez nincsen így. De mindenképpen, szóval valamilyen módon ezt az alkotmánynak, illetve, bocsánat, alaptörvény, preambulummal körbedíszített, meg mit tudom én, meg ma asztala is van neki, vagy most megkopott az asztal, de ezt valamilyen módon meg kell mindenképpen változtatni. Akkor a másik, ami nekem nem tetszik, tehát mindenképpen, és ami nagyon-nagyon fontos, ezeket az árkokat, amik tényleg, mert kétpólusúvá vált tényleg ez a szerencsétlen ország, pontosabban hárompólusú, mert az egyik ide, a másik oda, a harmadik meg azt mondja, hogy fütülök rá, élni akarok, kész, pont. Ezeket az árkokat valamilyen módon be kell temetni. Ezt pedig nem fogja tudni más megtenni, mint a magyar nép. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Az a helyzet, hogy fogy az időnk, és vár még telefonáló. Legjobbakat, András, és köszönöm, hogy meghallgattak. Én köszönöm, hogy elmondta a véleményét. További szép délutánt kívánok, és itt van már is velünk a stúdióban Dénes, ha minden igaz, mármint nem a stúdióban, hanem a telefonnál. Haló! Haló, Dénes vagyok. Jó napot kívánok, hallgatom. Jó napot, András, és üdvözlöm Ferencet, aki előttem beszélt, falubeli egyébként, de már se ő nem ott lakik, se én. Na, örülök neki, hogy ilyen falugyűlést is össze tudtam hozni, ez nem számítottam rá, bónusz. Na, én sem. Melyik falu? És akkor mondta... Melyik falu? Nagyon kíváncsi rá, Délapád falva, ahol volt szemengyár. Hát az már nem is falu. Hát most már város, csak akkor még falu volt, amikor mi is ott laktunk. Értem. Na, hallgatom a témával a kapcsolatban. Most a téma, ez a hölgy nekem annyit mondott, Bernadett, ugye? Mindegy, de mondja nyugodtan, amit... Hogyha esetlegesen az ellenzék nyeri a választásokat. Így van. Mert én ennyit hallottam róla. Na, én ne arra ugyan, de azt tudom mondani, hogy ettől nincsen meg bennünket az Isten. Mert ebből semmi jó nem lesz. Én el nem tudom képzelni, hogy ők nyerjenek, ez az összetétel, ami itt van, például a miniszterelnök jelölti felhozatal. Hát csak ennyit mondanék, hogy Márki-Zay Péter, ugye egy 7 gyerekes apuka, aki a gyereknevelést abban látja, hogy jó, elfenekelem a gyereket. Ezért nem ezt mondta teljesen, hanem azt mondta, hogy ezt nem tartja kiiktathatónak a gyereknevelésből, de nem azt mondta, hogy ez a gyereknevelés, ezt azért nem mondta. Oké, de erre Ónadi Molnár Dóra mit mondott a Nap hírében? Én nagyon kedvelem a Dórát, és viszonylag sokat szoktunk beszélgetni, de az a helyzet, hogy nem hordozom a fejemben. Na jó, felszoktam írni ezeket a dolgokat magamnak, amikor a Kaléta ügyel kapcsolatban szóba került Márki-Zay. Az Ónadi Molnár Dóra hozta fel, hogy az, aki egyáltalán egy gyerekre kezet emel, az tűnjön el nagyon sürgősen a közéletből, így szó szerint. Még csak ennyire szigorú sem lennék, mint amit a Dóra mondott, mindesetre reklámozni valóban nem kell, és valószínűleg nem módszeres gyerekverők alá lovat adni, meg aztán pláne nem. Ezzel a részével együtt értünk. Na igen, Márki-Zay Péter, lépjünk tovább. Jó, lépjünk tovább. De önállam még volt egy olyan is, hogy besúgó Stázi rendszert szervezett ugye Hódmezővásárhelyén. Hát erről őszintén szóval nem sokat tudok, vagy ezt... Hát dehogy nem, hogy 10 000 forintokat ajánlott fel, aki besúgja a szomszédját, ha bármit elkövet. Erről se tud, András, hát nem mondja már, ön annyira... Hát jó,
Mindegy, menjünk tovább. Jó, igen. Menjünk tovább. Jakab Péter. Jakab Péter. Júdás azt csókja. Tudom, krumpli. Az Júdás csókja. A parlament lépcsőjén Vadai Ágnesnek. Igen. Emlékszik erre? Erre emlékszem. Na, ez ugyanolyan volt, mint amikor 2002-ben a Pride-on két férfi csókolózott, és az egyik zsidó rabbinak volt öltözve, a másik pedig kápós női egyenruhába volt, csak a horogkeresztes szalag kiályozott a karjáról, és azt mondták, hogy a szerelemben minden szabad. Hát mondjuk nem zsidó rabbinak öltözni nehezebb lett volna, ezt készséggel elhiszem, de valóban ez sem egy túl ízléses kép. De hát nézze, vannak nagyon nagy ellentétek. Jakab Péter, az antiszemita Jakab Péter, aki megkérdőjelezi, hogy a börtönbe miért visznek kóser kaját, utána Vadai Ágnessal csókolgatja egymást, mint Koldus az 5 forintost, hát ezt furcsának tartom. Hát ilyen furcsaságokat a politika azért tud produkálni. Láttunk már olyat is, hogy a pápa az oszmán birodalommal fogott össze. Ez benne van az emberiség történetében. Miért? Ez önmagában a jelöltek minőségével kapcsolatban van kritikája. Ez még önmagában a katasztrófát nem támasztja alá. Na, akkor mondom, én tudnék többet is mondani egyébként, ha elengedném magamat, félreértésnek. Ja, jó. A Fekete Győr András. Igen. Ugye ők csináltak egy ilyen performance-ot, hogy a Mészáros Lőrincnek pálodáiba ne szállj meg, ne foglalj, ne vásárolj, ne csinálj semmit. Most gondoljon bele, hány munkavállalója van a Mészáros grupnak? Hát belegondoltam nem egyszer. Nem lettem túl vidám annak, amit elképzeltem ettől. Ugyanis a szomszédomnak a fia úszómester az egyik szállodájába. És azt mondta, ha ő ezzel a gyerekkel találkozik, ő úgy leveri, mint vaka poharat, hogy az ő munkáját akarja elvenni, meg az ő fizetését. Hát nézzed, Énes, az a helyzet, hogy ez az a probléma, amiről az elmúlt két órában így beszéltünk. Hogy van egy olyan helyzet... Én olyan helyen lakom, ahol nem hallgathattam a műsort. Tehát én nem tudom fogni önöket. Na most az a helyzet, hogy meg tudja hallgatni majd az interneten. Igen. Szóval, hogy az a helyzet, hogy ha létrejön ilyen-olyan sundán-bundán valami vagyontárgy, valakinek a kezére jut, igen, és azzal kapcsolatban nekem lenne véleményem, hogy ez nem volt szép, attól még olyan ártatlanoknak az életét, pontosan, munkáját, műsorát nem veszélyeztetem, akiket egyébként ez a fajta harc, hogy ki a tulajdon, egyáltalán nem érint. Ez volt bizony ennek a műsornak valahol a központi kérdése, hogy a publicista és a politikus szempontjából egy alkotmányozás, meg a jogrend megkérdőjelezése az alapvetően mást jelent, mint annak, akinek édes mindegy az, hogy kiül a parlamentben, vagy kibirtokolja a hotelt, ő szeretné ellátni a munkáját, mert haza kell vinni a fizetést. Ez, de ettől függetlenül mind a két szempont indokolt. Tehát attól még nem lesznek ezek hótiszta vagyonok. Hogy ezzel nem biztos, hogy maga mellé állított túl sok embert a Fekete Győr. Hát amennyi, ahogy most az ő esélyeit nézem ebben a folyamatban, azt gondolom, hogy ez már nem oszt, nem szoroz, de hát én sem hiszem, hogy hasított vele. Olyan kevés, mint árvaházban a szülő értekezett, na mindegy. Hát. Még annyit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban egyébként, hogy ugye én azt a kifejezést az állítólag és sokan Kövér Lászlónak tulajdonítanak, pedig Soproni Tamás mondta először a disznó eledelt összehasonlítva a koalícióval, mert ezt nem Kövér László mondta először, hanem Soproni Tamás. Na, meg még aztán másoktól is hallottam, viszont az időnk menet közben elfogyott, köszönöm, hogy jelentkezett, és köszönöm, hogy elmondta a véleményét, annak külön örülök, hogy a falubeliével sikerült még így átételesen összehozni. Igen. További szép délutánt kívánok önnek is, akitől akkor most el is búcsúznánk, illetve minden egyes hallgatónak a holnapi nap során megint velem fognak majd találkozni, hallgassák akkor is a beszólót, abban a holnapi nap folyamán már nem ilyen jogi kérdésekkel fogunk, azt hiszem, legalábbis elsősorban találkozni. További szép délutánt kívánok, viszont hallásra!